Volt nézőszia! Csá mindenkinek, hello! És üdvözlök mindenkit, sziasztok! Itt vagyunk a szomorú, szegény öreggel, aki tulajdonképpen egy geci. De hát ez a munkája! Csá mindenkinek, hello! Itt is vagyunk. Minden begyen. Úristen! Jézusom! Micsoda? Mi a fasz? Mi a fasz? Faszik, tényleg, az öreg tényleg egy szuperhős. De lehet, hogy csak szupernős, ugye? Mindig a pinák akarják őtet. Nem lehet vele bírni. Krisztián, kösz az ezrest, ez egy aszpartánmentes szuperhős. Ha ez számít, és az aszpartánmentes donétet is, kösz szépen. Krisztián, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszi szépen. Hello mindenkinek. Szóval... ha lenne egy szuper képességem, akkor mi lenne? Csettintésre nőne meg a pénisz. A brénisz. Hello. Az a baj, hogyha izé vagy bigány lagziba vagy, ott azért bajba kerülnék. Most, hogy eszembe jut, bazd meg. Lehet, hogy ez nem is lenne jó. Hát mindegy, most már. Hello mindenkinek, szebasztok! Matkókám, indulj már meg, légy szíves! Hát nem hiszem el, hogy állandóan ezt csinálod. Szia. Gyere már! Jó, elegem van ebből, hogy mindig ezt játszod el. Figyelj csak! Miért kell állandóan rohanni, hogy bassza ki azt a szempogadat? Azért, mert... mi szerinted vízből jöttünk ide? Hát jó van, de mit kell sietni? Nem látod, hogy én... Azért, mert nem a legjobb a helyzet, azért sietünk. Hogy lehet, hogy mindig szíves. Rossz a helyzet? Ha? Gyere, matkókám, légy szíves! Elegem van már. Na, kilóg a pinád a szoknya alól. 40 centiméter. Elmondtam már, hogy nem vízből jöttünk ide. Jó van, nem kell ordítani, Dick. Nem visítsál már. Nem visítok, csak nagyon ideges vagyok. Na, de mit idegeskedsz? Hát... ez a Woodman papa? Mi az, hogy mit idegeskedek? Elmondtam, hogy mi a baj, nem? Hát nem emlékszek. Mi baj? Nem, mi a baj? Nekem ehhez nincs kedvem, ne arra, hogy elmondtam már háromszor. Mi volt? Mi folyik itt? Mi folyik itt? Lilium, ne sírjál. Sziasztok. Semmi baj nincsen. Már köszönöm. Meg fogjuk találni. Mi történt? Bocsánat. Jó napot, bácsi. Gyere csak ide, kis jányom. Na mi a helyzet? Mit a csúnya, bácsi? Kicsodát mit tökel? Szem hallottam. Recskát? Figyelj csak! Igen, elvitték a kutyáját, képzeld el. És ki vitte el? Hát te mit tudom, hát a spanyaid vagy én tudom. Na jó, figyelj csak, gyere elmondom mi van, jó? Ott ülnek kint. Jó, figyelj csak, azok a barátaim, na figyelj. Ne szomorkodjál, légy szíves. Szegény kislányok elvették kutyáját. Figyelj csak, tudod, fogd már be a popádat, légy szíves, dagadt kurva, jó? Köszönöm. Bocsánat, tudom, hogy nem a legjobb. Figyelj alkalom, csak. De... na, elmondom, mi van. Miért nem hallgatsz meg, matkókám? Egy pillanat türelmet kérnék itt, jó? Mert egy krízis helyzet van, nem tudom, feltűnt-e. Feltűnt neked? Figyelj csak ide.
Elmondom, mi van a kutyákkal, jó? Azok a bácsik... Azok, anya, éhez vagyok egy... Azok doktor bácsik. Tudod? Bizony, bizony, mert mindig tavasszal a kutyák kitolják a rúst, tudod? És akkor el kell vinni őket, lekezelni. Tudod? Megette Jecska anya Júzsát. Nem? Van egy ilyen jellemzőjük a kutyáknak, tudod? És azért vitték, hogy meggyógyítsák. Mindjárt visszahozzák, jó? Na. Hát hogy ne hozzák vissza, jó Isten áldja meg, hát persze. Megígéljed. Hát én hogy ne ígérném meg, jó? A helyet levágod a kenyérnek, kérdett anyu. Persze. Nagyon borzalmasak ezek az alapok. Menj, ha szerez vissza a gyereknek a kutyáját, ennyibe hagyod az egészet? Figyelj meg, de... Megígérte, hogy visszahogy a doktor bácsi. Figyelj csak, itt nincs ebben a lakásban egy hangtompító, mert föl kéne rád szerelni. Hogy befogd végre azt a nagy paplan popádat. Hagyd nézzek ki az ablakon, légy szíves. Szerez vissza a kutyáját a gyerekednek. Tartalékon legyél. Milyen doktor bácsiról van szó? Hagyd nézzem. Aha. Ezek tényleg ott vannak. Menjél, szerez vissza a kutyáját. Jó. Másik anyu. Így sír már. Igen. 3 órája, szegény. Hallottad, hogy anyunak hívott? Hát amúgy tudom, nem a legjobb alkalom, de én már annyira várom, hogy Lucy West legyek egyébként. Tudom, hogy nem ideírek, csak gondoltam, elmondom. Hát ez most fontos. Várom, hogy ez egy nagyon jó sztori volt. Nagyon jó sztori volt, figyelj! Hát jó, igen, na. Csak azért eszembe jutott, mert anyának hívott, hallottad? Persze. Mehet, szerez vissza a kutyáját ennek persze. A gyereknek. Igen, mackókám, vissza kéne. Ha hazajön az anyja, azt itt fog sírni a kicsi, azt nem na, fog mindjárt jövök. Mondani. Hozom azt a rákot, jó? Vigyázz magadra, mackókám! Nagyon fogok vigyázni, jó? Szeretlek! Vigyázzom magad, bácsi. Menjek veled? Mehetünk? Figyelj, csak maradj itt szerintem, mert itt árnyék van, tudod. Süt a nap, meleg van. Én szeretnélek elkísérni. Á, de én nem szeretném. Nagyon szeretnék veled lenni. Figyelj, csak pérfügyekről van szó. William, vigyázz magadra, vigyázz. Mindig tumorozol. Így van, tumorozok is. Na, figyelj, maradj itt, maradj itt. Maradj itt, és akkor elintézem. Megyünk mi is. Te mi a gecinek jöttök? Hát többen vagyunk, annál jobb. Hát kinek? Nekem biztos nem. Főleg, ha te is ott vagy. 8 centi de ezek elég. Amúgy simlisek, ezek a csávók. Miről beszél? Istenem, hát te ilyen vidéki russzindulatú plegykapészek vagy? Mit lennének már simlisek? A becsületes dolgozó emberek. Hát hogy nem? Ezek ilyen rosszindulatúak. Rosszindulatúak? Dehogy is, ezek nem rosszindulatúak. Hát dehogy, de vállalnak, kérik a pénzt, hogy minden is. Mert tőled kértek pénzt? Hát tőled. Tőlem? Hát az az én dolgom. Érted? Dénes hát köszön 200-at. Az én pénzem is, úgyhogy már az a mi dolgunk. Jó, figyelj, várjatok, hogy jó, mert majd én beszélek velük. Ja nem, oda megyünk. Hál' Istennek, figyelj csak. Igen? Tudod, hogy ki az úraháznál? Igen, te. Na, na jó, van innen messziről, megmondom, jó lesz őket nézni, nem paradtok, szeretnék. Világos? Na. Ja, jó. Oda mi fogunk? Egyet. Hát ezektől kiderült. Ugye, hogy este? Bizony. Hú, azt már várom. Ők voltak, apa. Szegény, de aranyos. Jó napot, uraim, tiszteletem, mi újság van? Buongiorno, Johnny, buongiorno. Arrabiata, mester, jó napot, laterazza. Figyelj, úgy gondolom, hogy valamit kint megbeszéltünk, akkor, mikor elhoztad a kutyát, nem? Hát igen. Azóta eltett 3 nap pénzemet, meg másnapra akartam. Na jó van, de én mondattam a izének, a Jacknek, hogy vigyázzon rá, ezt vigyázzon el neked, érted? Hát nem kaptam semmilyen pénzt. Na majd akkor Csony, most... hogy most, van ez? Most mi, mondom, nyugodj már, mit kell egyből feszülni, meg a csóró gyerektől elveszítek a izét, kutyát. Hitelbe adtam. Figyelj ide, mindjárt jövök. És akkor tartozok neked 250 dollárral, azt beszéltük meg, 1250 dollárral már. 1250. De várj egy picit. Jó. Jó, azt hittem, hogy cicet kell mondani. Picit tudsz, egy pillanatra gyere már belőlem, légy szíves, mert beszélni szeretnék. Így van. Nem hoztad ide Jecskát? Várj egy picit, légy szíves, jó? Most egy kicsit csihadjál meg, nyugodjál le. Cicit. Peküdj stabil oldalba. Ez nem cicit, hogy mindig kisfiam. Oda van, kösz szépen, Dénes neked is. Bocsánat, anya. Figyelj csak.
Igen? Mennyi pénz van nálad most? Hát, az 100-150 dollár. Nem ennyi. Az nagyon kevés. De miért? Hát megmondom pénz. Neked őszintén, hogy most azonnal 1250-et elő kell kerítened, vagy hát pofán baszok valakit. Hát akkor nem tudom, ugye old meg. De hát te vagy a férfi a háznál. Az egy dolog, de most ez rád hárul most a figyelem, hogy képes vagy. De nem én szeretném megtartani a női szerepemet. Én figyelj szeretném, csak, hogy te egy erős... Először is te ne szerepeljél, ez nem a barátok közt. És én szeretnék az igazi nő lenni a szemedben, a gyenge ártatlan nő, és én szeretném, hogyha ha te lennél a határozott férfi, aki megkeresi a kenyerünket. Jó, figyelj csak, most mondom neked, hogy 1200 itt legyen 5 perc múlva. Különben mész a lebesbe. Nem érdekel, nem kérdeztem, tudod? Apuci azt mondta, hogy nem ad most többet. Muszáj neki, szájba lesz baszkodva. Nálam nincs pénz. Jó? A dagadt kurvánál van? Nem tudom, kérdezd meg. Figyelj csak! Szerintem nem úgy néz ki, mint akinek egyáltalán. Á, mondjuk igen. Le van szakadva, mint egy izé kínai tornacipő. Mindjárt jó. Igen, kicsit most megbuseltnek tűnik. Nálam nincs pénz. Nem kell, Lilium. Mindjárt visszatérítjük. Dávid, kösz szépen a 400-at. Köszönöm. És Pantás Csabi, kösz az egyedodót. Ez a bácsi nagyon ki van gyúrva. Na Johnny, hol a pénzem? Figyelj csak. És szerintem... Szerintem valahol megvan. Tényleg valahol? Ha, persze. Na most akkor... Na most akkor gondolkodjál egy dolgon. Igen, a lányodnak az... most ezt kell végighallgassa. Ezt az egészet. Figyelj csak. Figyelek én, Johnny, figyelek. Elmondom mi van, oké? Gyere arrébb, légy szíves, ez egy elég kínos helyzet. Figyelj. Kettő embert magam köré kérek, jó? Figyelj csak, elmondom, ez egy kellemetlen szituáció. Képzeld, látod azt a dagadt kurvát? Igen. Figyelj, kimpelejtettem az asztalon a pénzt, hogy már viszem mindent. Szerintem megette. Érted? Megette a pénzt. Megette. Johnny, te kit akarsz hülyének nézni? Figyelj, ezt komolyan mondom neked. Pölzabálta, még a munkapultba is harapott egyet, bazzeg a konyhába. Most ezzel mit csináljak, érted? Ilyen szorult helyzetbe kerültem. Na, hát ez az igazság. Na, akkor Csaba, Johnny, kösz a 2,5 eurót, Perenc, kösz az ezeres. Ha történt, akkor ez hívjuk történt. Már ide. Hívjuk már ide azt a jó, figyelj, szólok neki. De ha hazudsz. Akkor a lányod szemmel láttára verlek agyon. Péter, kösz az 5000-et. Figyelj csak, koca! Pillanatra tudnál jönni, ne arra gudj itt. Hát igen. Máté, kösz szépen a szumat, vagy Gergő. Pátunk, kösz az 1000-est. Jó, semmi baj nem lesz. Jó, figyelj csak, most előállhatsz te, mohó kurva, hogy pölzabáltad az 1200 dollárt a pultról. Igen? Mert megéheztél. Vald be, itt van. Mi? Mit mi? Nem. Te ne tagadd le. Úgy ettem, mint rozsda a vasat az 1200. Hát nem vette, de pölzabáltad. Két kenyér közé hát rakta, ezt megette. Ne. Dehogy nem. Hogy de ne, hallod, ne hazudsz? Jó, szemtanút híjak? Híjak szemtanút? Azt hát akarod? Otthon se voltunk, hát itt sétáltunk. Ne hazudjál. Most a pulton ott van pönt, pölzabáltad az 1200 dollárt a kurba. Akkor jöttek az új emberek, azt elvitték a kutyát. Jó, várj, akkor hozok egy szemtanút, és azt mondták, hogy te tartozol neki. Nem menj el, Johnny. Álljál meg, Johnny. Gyere most ide vissza. Idehozom valami egy koronatarút, bazd meg. Várjál, gyere ide. Igen? Egyet ne felejts el, Johnny. Melyiket? Amelyikben lakik a lányod, az a ház. Igen? Azt tudod-e, hogy a miénk? Remélem, nem akartok földönfutók lenni, ugye? Ez itt? Az ott. Igen. Azt mennyiért adjátok? Mibe keveredtél te? Johnny, mi az, hogy mennyiért adjunk, mikor egy szájba tekert kutyát nem tudsz kifizetni? Figyelj már, hogy nem, az, hogy ott adjuk. Volt a pénz, a dagadt kurva pölzabálta, nem érted? Esküszöm neked. Otthon se voltam, most nézd, jöttem, megint adja az ártatlan. Előtte két perccel. Szégyed magad! Ma kint az előszobában, az udvaron. Igen? Johnny, ha nem kéríted elő a pénzemet, a lányod szemelettára fogjuk megölni a kutyát. Mindig ez a drasztikus gyilkolás. Drasztikus, miért nem azt mondod, hogy a pénzemmel játszol, Johnny. Megölelsz engem. Mert vagyunk már a viszonyban, na, most mondd meg. Nagyon őszinte. Nem vagyunk olyan viszonyban, Johnny. Én próbáltam például a jobb kezemet nyújtani, neked az egész karom kellett. Én nekem csak a kutya kellett. Elvitted a kutyát, mondtam, hogy fizess. Odaadtam neked hitelbe, azt mondtad, fizetni fogsz.
Hát persze, hogy fogok. Már másnap volna a pénzt. Hoztam is. Ja, hát nekünk nem ez mondta. Csak az a baj, hogy meg kell várni, míg elmegy szarni a víziló. Érted? Azt utána összeragasztom a pénzt. Hát ez itt melletted, nem látod? Johnny. Igen? Ennyit jelent neked a lányod. Ennyit jelent neked a lányod. Egész nap sír a kutya iránt. Hát ezt így, hogy végignézitek, felnőttem, itt vagytok 10 felnőtt férfi nézi, hogy egy kislány sír. Nem szégyellitek ti magatokat? Ha? Azt hallottam... Nem szégyelled magad, hogy nem tudod kifizetni a lányod ajándéket. Jankok össze 600-at. Hogy ilyen nagyra vagy magad, hogy te ilyen olyan gazdag vagy? De akkor ezek szerint nekünk is hazudtál. Kicsoda? Te miről beszélsz? Hogy van ez, Johnny? Most már kezd fölmenni a cukrom. Menj vissza, menj a helyedre. Dagadt. Hát előbb... azt mondtad, vetted a Johnny, kutyát. Hát persze, hogy vettem. Johnny, előbb igen? Még azt mondta, hogy Jack már neked oda a pénzt, hogy vigyázzol rá. Aztán így már ő vette meg a pénzedet. Hát mert nála is van, csak aztán eltűnt. Tudod? Eltűnt, ez egy újra... Akkor is hazudik, mikor levegőt vesz. Kussolj már, légy szíves, jó? Mert beszélek. Tudjad, hogy hol a helyed, jó? Na, azért. Johnny. Figyelj csak, odaadtam a Jacknek az 1002-t, eltűnt, ezért megint hoztam 1002-t, ez meg fölzabálta. Ilyen világot élem, bazd meg. Több pénze van, mint neked szerintem, minek kell. Hát, az biztos, hogy a gyomrod tele van. Igen? És hogy gondolod te ezt, hogy ezt a lányodnak kell végighallgassa? Minek hoztad le ide a lányodat? Figyelj csak, azért, mert szegény kutya után sír, amit 10 felnőtt pérpű jött ide, ezt elvette tőle. Hát hol van itt? Hol van itt az Italiano? Úriemberség, meg ilyenek. És miért vettük el? Francesco, Verdasco. Nagyon sír. Hát szerint akkor add már neki vissza, ne legyél már ilyen csöves. Fizest ki? Hol a ki van fizetve? Hol van ki fizetve, Johnny? Itt van a gyomrában ennek el. Hallod, engem azt neked elérve. Jó, figyelj csak. Most jutott eszembe. Egy nagyon Johnny, jövetlen. haladunk, de Johnny. Figyelj? Most már akkor ki szépen megyünk felfelem, akkor már 2000 dollárra fogsz figyelj, most egy szeretném. Visszautasíthatatlan ajánlatom van számodra. Csak gyere arrébb, mert ez a dagadt kurva végighallgassa, jó? Továbbra is kell nekem 2 fegyveres ember. Figyelj csak. Mi lenne, figyelj. Ha cserélnénk? Mit cserélnénk? Tudadjuk azt a hízót a kutyáért cserébe. Nem érdekel, köszönöm szépen az adatot. Mit kezdek én egy ilyen dagadtal? Figyelj még csak. Kutatni se lehet. De hogy, hát az biztos. Mert el megbotlik, az 3-4-en meghalnak, 5-en megsérülnek. Na, hogy gondoltad te ezt a cserét? Higgins köszegét, hát odaadjátok a kutyát, azt kaptuk érte egy szadagattat. Érted? Ez nem jó üzlet? Johnny, nem jó üzlet. Szebaszatjám, hello mindenkinek. Van neked esetleg ötleted arra, hogy esetleg ha nincsen pénzed, akkor hogyan engesztelhetnél ki minket? Figyelj, vagy engem, Johnny? Figyelj, van egy ötletem. Na. Itt leszoplak, az jó. Sikátorba. De most komolyan kérdezem. Gyorsan, itt írd úr, kandúr. Érted? Johnny. Benne vagy? Johnny. Haverjaid is jöhetnek, na te most ez normális vagy egyébként? Pont, hogy csak hülyéskedtél, és csak fel akartál vidítani a pénzem miatt. Persze, csak nem gondoltam komolyan. Érted? Jó, akkor egy kicsit még a képzetedre bízom, hogy mivel tudnál engem, minket kiengesztelni. Hogy nem hoztad a pénzemet. Jó, figyelj. Vagy helyette. Jó, mit jó, nagyon fogok. Ez nem jó, mint az előbb? Nem jó? Hát, nem. És egy kis bedőlök itt. Itt bedőlök a padon, az se jó. Nem vagyok buzi, de szorult nem. Helyzetben vagyunk, nagyon érted? Nem. Johnny, nem. Hetero vagyok. Ó, hát, de, tudod, hogy mondják mi pelénk a heterót? Úgyhogy makacs. Biztos, hogy hetero makacs. Vagyok, Johnny. Csak makacs. Na mindegy. Figyelj, én ezt az ajánlat, a bankot most csőr haló tessék, a vezérigazgató ajánlata, hogy a dagat kurvát odaadjuk a kutyáért. Mondom, nem érdekel a dagat. Nem. Johnny, 2000 dollárra lóksz már. Jó, akkor... Szépen haladunk felfelé. De én megállítanám most itt, mert tudod, ilyen krízis helyzet van szóba. Milyen krízis helyzetről beszélsz? Hát, hogy megy pőpele a kamat. Érted? Azért pékezzünk már le. Há 2000. Megy. Hát de... Bazzag. Legyen 2002? Figyelj csak. Ezt... Gondolkodj a Johnny, mit tudnál csinálni nekünk? Hát figyelj, mondjad, mit kell. Az előbbi ajánlatot tettem, azt elutasítottál. Hát akkor mi legyen? Hát na. Az milyen ajánlat volt te? Mondjad. Na most... Na, mondjad. Mit csináljak akkor? Egyelőre még mindig a csicsitánk vagy, nem de? Nézd ezt. De. Dehogy nem. Mit nézek, Johnny? Látszod? Johnny, mondom, nem érdekel, nem utogass nekem a picsádat, hát feldugom a botomat. Az nem a picsámat nézem, csak nézd már meg, milyen hangya kolónia van itt, geci. Úristen. Nem érdekel, akkor biztos?
Biztos nem érdekel. Jó. Akkor... Na figyelj, Johnny. Én azt mondom. Egyelőre a kutya nálunk marad. Nem fogod te ezt most innen visszavinni a lányodnak. Ez nagyon csúnya dolog. Ez nagyon csúnya dolog. Az a baj, téged el kell ennyit jelent a lányod. Nem tudod kifizetni a kutyát, nem tudod nekem idehozni a pénzt. Elvitted hitelbe, azt mondtad, hogy vissza fogom kapni a pénzemet. Másnapra hozod. Nem hoztad, eltelt 3 nap. Mi lefigyeljük. Figyelj csak, idejöttem, komoly ajánlatokkal, jöttem. Milyen komoly ajánlatokkal? Azt itt le vagyok miskárolva, érted? Milyen komoly ajánlatokkal? Hát mert baszok, olyan ideges vagyok sabamban egész nap, érted? Köpök egyet, az kimarja a betont. Miért kell csinálni azt, ha hajam is hullik dík? Hát most mondom. Na jó van, Johnny. Dagadt Johnny, kurva. Ne idegeskedjél. Jó, ez az utolsó ajánlat, oké? Odaadom a dagadt kurvát, elviszitek, és pluszba itt lerántok mindenkit. De ez már tényleg, ez egy all-in. Érted? Tehát, még egyszer mondom, nem érdekel. A kutya most nálunk marad, és minden meg fogsz tudni a maga idejébe. Mikor, hol? Van egy izém is. Köldökszöz gyűjteményem, de az nagyon régóta. Mit van? Köldökszöz gyűjtemény. Tudod, ilyen híres embereknek a köldökszözje. A Michael Jackson, meg hogy is híjákok, tudod? Az nagyon sok pénzt ér. Én nem ismerek senki ilyen Michael Jackson, vagy amit te... Jáksó Miklós. Nem ismered? Smooth criminal, paparabarabam, chibirimpim, paparabam. Nem ismered? Miről beszélsz, Johnny? Mik ezek? Létszél, és egy kicsit vedd már komolyan dolgokat, mert neked tényleg ennyi csak a lányod. Hülyeségekkel, meg fasságokkal traktálsz engem. Smooth criminal, nem ismered ezt a zenét, kedvencem? Nem, Johnny, de vedd már egy kicsit komolyan dolgokat. Komolyan van véve, hogy basszam ki a gyomrát az egész, kibebaszott szájba tekert, ronyba tekert kurva világnak. Tartsd a fegyvert a kutyára! Na, figyelj, fejezzétek már be! El kell altatni! El kell altatni a kutyát, mert beteg! Milyen altatni, Johnny? Ne magyarázzál, mert a kislánynak azt mondod, megölt egy kutyát. Fejezz már be! Na, jó van, figyelj, akkor majd... Hívd ide a lányodat most! Á, most nem tudom. Hívd ide a lányodat! Hal. Á, nem tudom ide hívni, megmondtam. Jó, 2 embert kérek, hozzátok ide a lányát. A kislány, tessék velünk jönni. De miért? Hozzátok ide a lányát most. Jöjjön most. De Johnny, ne mozogjál. Neked ennyit jelent a dolog. Pazd meg, ahány ezresem lenne, ahányszor kimondtad meg, hogy nekem ennyit jelent. Már visszaadtam volna 2-szeresen. Jecska! Vigyázzatok Johnnyra. Jecska! Semmi baj, nyugodjatok meg. Semmi baj. Gyere, Lili. Simogasd meg a kutyuskát. Figyelj, Lili. Szereted a fádot? Igen. Maradjunk egy helybe. Hallgass meg. Nagyon szereted a fádot. És tudod, hogy apád tőlünk vette ezt a kutyát? Nem. Hogy a jöcskát? Azt mondta édesapád, hogy nincsen most neki pénze, viszont meg szeretett volna téged lepni egy kutyával. Mondta, hogy nagyon-nagyon szeretnél egy kis kutyát. Mi Igen. tudtunk egy nagyon szép kis kutyát. Őt, Recskát. És Recska. Azt mondta édesapukád, hogy másnap, mert most nincs nála ennyi pénz, Jecska. Másnap fizetni fog. Viszont semmilyen úton, módon nem szeretne Pálinka. Fizetni, és tartozik nekünk a kutya árával. És hogyha Andrew, nem kapjuk meg ezt a pénzt apukától, akkor sajnos a kutyát el kell vigyük. És neki semmit nem... És neked viszont... És az a baj, hogy apádnak semmit nem jelent, hogy mi a kutyát elvisszük. És mi viszont a kutyuskát ezt a mennyországba fogjuk elvinni. És ne neked konkrétan... Egy milyen csicskaságban bazd meg? De apádnak semmit nem az? Jelent ez. Szerintetek? De hát konkrétan itt hülyéskedik, meg mondja nekem a hülyeségeit, ahelyett, hogy komolyan gondolná, és megpróbálná azt a pénzt valahogy összeszedni. Ne bácsi! Itt sejtem a jegyfát! Ne vittem! Győzd meg apádat, hogy fizessen ki minket, és akkor nem fogjuk elvinni. Vagy találjon ki valamit, hogy mivel tudna minket kiengesztelni. Mi történik? És akkor visszakapod Recska. Szegény Recska. Jó. Menj vissza anyádhoz, Lili, jó? Jó. De megsimogathatod még Recskát. Simítsd meg. De... És az is lehet, hogy utoljára fogod megsimogatni. Ez a csávó, geci! Biztos, hogy utoljára földök? Biztos. Ha nem fizetsz, lehet.
De most ez a legeslegutolsó, ez nincs utána már? Tehát ez az utáni legutolsó. Rajtad múlik. Ezek szerint. Rajtad múlik. Johnny, ez rajtad múlik. Hmm? Nem hagytál neki. Az a kislányban nem hagyták kérdőjelet azért. Tehát azért, azt látom. Szóval, Johnny, most már esetleg... Igen? Komolyan gondolod a dolgokat? Most már nem akarsz hülyeskedni velem, ugye? Most már látod egy kicsikét, hogy én nem hülyeskedek. Te figyelj, mert azt hiszed, hogy hülyeskedtem az előbb? Hát mi van, megsütöttem? Komolyan gondolod, hogy dugjalak meg téged? Hát figyelj, most mi van abba? Kibírom, te neked jól esik, kutya is megmarad. Kecske, káposzta is jól lakott, káposzta megmarad. És a nőd ezt tudja egyébként? Micsoda? Hogy te ilyen két lyukra játszol? Én semmilyen lyukra nem játszok. Eónok. Hát ezt nem így vettem le. Megmondom őszintén. Én most... Ugye ezzel nagyon nehéz beszélni, de... Jó, Johnny, ne köntörfalazzunk, légy szíves. Impotens vagyok. Érted? Jó. Ez az igazság. Végre kimondtam. És már is szabad a lelkem. Ez van. Ez az igazság. Na, én még egy kicsikét hagylak gondolkodni. Rendben, mit köszönöm. Tudsz még felajánlani? Nem ebben. Hát bassz meg, ezen kívül? Hát már mindent hát felajánlottam. Engem ez nem érdekel. Azt hiszem, nincsenek nőim. Hát az... Amiket futtatok. Abban nincs semmi izgalom. Érted? De mi izgalom van abban? Lyuk-lyuk, csak a keret más. Ezt így is van. Hallottam már, nem egyszer. Figyelj, mit szeretné, mondjad, mi van? Csináljak meg valamit, vagy mondjad akkor. Hát itt vagyok, azt... Johnny. Igen? Johnny. Én tudom, mit szeretnénk, de mindent megtudsz majd a maga idejébe, jó? Jó. Figyelj. Jó, figyelj, benne vagyok. Legyen az. Most nagyon... Jó. Akkor figyelj, Johnny. Kapsz igen? Még egy... Mondjuk azt, két napot. Mit szólsz? Kettőt? Kettőt. Az elég. Jó, figyelj, addig összeszedem okay. A 2000 dollárt, ami 1200. Jó, de a kutya nálunk marad. Jó. Jó. Sziasztok. Figyelj, és a kutya? Ha igen? A két nap eltedik, és addig te nem keresel minket pénz miatt, vagy esetleg mi nem keresünk valami meló miatt, de inkább a pénzzel kereste az a jobb megoldás, ne feledd, 2500 dollár már. Mert most ebben a percben, vagy holnap után lesz? Nem, két napod van rá. Ja, jó. Ha ezt nem fogod megtenni, akkor a kutya az úr színeiben fog újra megjelenni, jó? Rendben. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy buongiorno, beszélhettünk. Visszát Mr. Carbonara. Luciano a nevem, nem Carbonara, jó? Ja, hát ez az... Jegyezd meg. Bocsánat. Luciano. Jó, egy kis névtáblát nem lehetne, és akkor mindig tudni fogok. Nem lehetne. Jegyezd segíthetek? Meg. Luciano. Az Botos lenne Luciano. Rá. Botos? Azt az anyám kurva eget. Jó van. Mivel bottal járok. Ja, azért? De akkor ez nem az igazi vezetéknév. Nem, én nem nézek le senkit, csak kérdezek, jó? Nem. Jó, köszönöm, nem. Mr. Luciano. Buongiorno. Viszontlátás. Takarodj innen, jó? Csak kutya van. Mehetünk. Priluki csempész, kösz szépen! Szeretném vissza a kutyát, a bácsi. Sziasztok, gyerünk, menj oda, hozzá a kutyát, gyerünk. Nem. Kapd el, gyerünk. Nem. Menj, ne hallgass anyádra. Pinádban buzi leszel? Menj oda, gyerünk. Jó. Engedj, jó, kezdjem, anyó. Nem. Figyeltem, beszéltem a Mr. Lucernával. Szóval Mr. Lucerna, úgy mondom neked, hogy Mr. Lucerna. Viszontlátás, Mr. Lucerna, nem pelejtem. Két napod van. Viszlát. Mire van két napod? Milyen két nap? Képzel, kutya? Most, kutya? Van még valakinek kérdése, vagy elpopázhatok? Vagy még itt izét? Drámáztok? Ha? Szóval két napom van felkészülni, mert testépítő világbajnokságra megyek, és hát ők az edzőim, és a támogatóim, és a szponzorok. Jó, de hol a kutya? És azért kell a kutya? Akkor miért vették el a kutyát a gyerektől? Most mondom, folytatnám, de megvárjuk, amíg a Röfi kiröfögi magát. Szóval, van még valami? Nincs, nem, ezek szerint nincs. Kutyát. Passzom tele van, majd nem tudod befogni a papádat. Na az van, bocsánat. Hogy nem neked mondtam. Az van, hogy ugye testépítő versenyre fogok menni most, és kettő napon már nem ihatok vizet, tudod, meg szálkásítás, és ilyenek. A kutya mi pedig... Mi kusgépe vagy, nem mindegy? Miről beszélsz te? Szerintem nagyon jól nézel ki, Mackó. Köszönöm szépen. Szóval a kutya pedig sajnos egy ritka betegségbe szenved. Lili, figyelsz?
azt mondta a bácsi, hogy a Mennyországba fogja vinni. Az nem Mennyországot mondott, hanem Lenországot. Azt tudod mi? Nem. Hogy Lenmásznakon fog sétálni egész nap, hogy meggyógyuljon, ugyanis talpgyulladása van neki, pikkely sömörös neki a talpa, le van meszesedve, és ezért ez a gyógymód, tudod? Ki van hólyagosodva, tarkója is neki, bokasüllyedése van, meg inszallaggyulladása. Igen. Meggyógyítják a bácsi. Így van, a bácsik elvitték, hogy meggyógyítsák a recskát, mert így sajnos nem tud megfelelő recska lenni, tudod? És ez komoly. És két nap múlva pedig visszaadják, és akkor meg lesz gyógyulva. Jó. Jó? Na. Akkor ezt meg is beszéltük. Meg már vak is a kutya, nem? Hát ha rád néz, az kurva is, hogy kivakul, mint Esmeralda. De nem csak ő, én is bazd meg. Érzem, hogy vesztek el a diopriák a szememből. Csúnyasági pótlékot neked duplán kéne fizetni, az kurva élet. És ezt tisztelettel mondom, szeretettel, semmilyen öncélú bántás nincs benne, ezek a tények. Ha még rá akarnék tenni egy lapáttal, azt mondanám, hogy úgy nézel ki, mint egy szúrt seb, mint egy diszkóba lesett, mint egy leposott kilométerkő. Érted? Esküszöm de neked. Azért, mert te hülye vagy, attól a gyereked nem hülye. Igen? Szerintem, hogy most ilyen meséket adjál be. Örülök neki, hogy szerinted, csak az a baj, hogy senki nem kérdezte a véleményedet. Induljunk el közben, mert vacsival. Köszönjük, hogy itt voltál, röpögj egyet. Há, Istenem. Igyel, csak állandóan. Pepa Malac, állj le! Nem fogok leállni. Nyomorék Pepa. Vagy. Hazudsz állandóan. Akkor mi legyen, vagy csúrja a sült kumpli? Na, szedjed a lábaidat, csontig. Figyelj csak! Az a baj, hogy ne sült kumpli tetes anyáddal. Légy szíves. Ma hanem valami zabkekszet. A gyerek akar sült krumpli tenni. Ja, azt hittem. Nem én. Zabkekszet. Zabkekszet. Figyelj csak. Túl sok virslit szopogatsz. Jó van már virsli szopogatás. Nekem legalább juddik. Te dőlétedre nem kapsz paszt. Na, bocsánat. Nem kapok eleget. Jó, csak meleget. Gyere csak, Frank, hagyd beszéljek veled. Igen. Frank, gyere. Gyere. Frank. Figyelj csak. Hogy bírod elviselni? Megyek mindjárt. Gyere. Hogy bírod elviselni, amikor anyád átsétál a másik szobába, akkor megdől a ház. De őszintén. Hát Fing... Az igaz, hogy fingik olyan tüdőd leszakad? Berezonál, mint a béláda olyan? De komoly. Néha szoktam hallani, hogy recsegteti neki? És így recseg, igen. Azt szokva. Mikor beindítja a bácsi a sportoltót, és akkor így recseg, ropog. Ezt hogy bírod elviselni, bazd meg? Hát lelki nyomorék leszel, te szerencsétlen. Ha? Hát engem nem zavar, hogyha fingik, mint egy ordas ló. Olyan, hát olyan csöcsebb, mint egy 120 literes boiler annak. Látszik. Na jó, van, figyelj, bármi segítség néha... kell, bármi segítség kell, akkor légy szíves nekem, ne szóljál, mert szarok rá, jó? Ja. De most szólj valakinek, hát, ha segít. Oké? Okay? Ja. És ha lesz pénzed, akkor majd nagy leszel, így áll meg valamit. Rendben? Jó, köszönöm. Na. És ha még egyszer sült csak konfit... mondani, igen? Akartam, hogy van zseppénzem, de akkor mindegy. Figyelj csak, gyere. Most, hogy így megfigyellek, te azért egy fiatal gyerek vagy. Gyere csak ide, hogy van kiállásod, beállásod, kinézésed, benézésed. Figyelj, mennyi zseppénzed van, na? Hát odaadom most, hogy egészet, jó? Mennyi van nálad? Hát $10. $10? Persze. Te most ez... összegyeppénze, már hetek óta gyűjtögetem. Szaros $10-ra szúrod ki a szemem, amikor ilyen életvezetési tanácsokkal látlak el. Hát azt hittem, hogy jó lesz, ez de nagy segítség. Jó, mert a táskádat vedd le. Keresztanyú, hogy nagyon sok tartozása van. Igen. Egyébként nagyon rendes vagy. Táskádat add már meg ide. Van benne valami? Jó. Hát ő... Ezt találtam anyukának a szekrényébe. Azt a bűnös kurveget, hadd szagom meg. Pű, milyen macska tápszaga van ennek, te fiú. Hát ez mi, mit tudom, bácsi? Szurod, mi ez? Ez mi? Anyádé? Hát ott találtam a szekrényébe, de ne mondja el, hogy kivettem, lehet, hogy valami értékes tárgy. Tudod, mi ez? Mi csoda? Ez egy műpassz. Az mi? Ezzel szokta klapogtatni azt a hatalmas kúgyűrönye lyukát anyád, mikor senki nincs a szobában.
pőt cuppogtatja magának. Nem szoktál hajnalba tapsolást hallani? Új. Nem szoktál tapsolni? Én is tapsolok, hogy ez az anyu! Figyelj csak, hát most ez... Ügyes vagy! Ez nem a színművészeti előadásnak szól. Tudod mit csinál? Gyere csak közelebb, de ne mondd el senkinek. Mi? Igen. Mikor tapsol, hogy nyissál be gyorsan hirtelen. Olyat fogsz látni. Baszik, Meseország. Érted? Narnia. Jó. Érted? De nem mondd el. Szeretem a Meseországot. Az lesz az bizony. Menjél be, mikor tapsol az a dagadt kurva. Oké? Okay? Jó. Bemegyek. Na jó van. Kéred vissza a műpaszt? Ja, nem. Figyelj csak, de visszaadom. És most egy... Jó. Most visszaadom neked. Nyalt csak meg a végét, olyan, mintha egy lapos elemet megnyalnál. Nézd meg! Tényleg? Igaz? Új! Olyan, mintha elemhez érintetted volna. Hát figyelj most! Nem! Az, hogy nagyon rossz vagy nagyon jó, az szubjektív vélemény. Na gyere, menjünk a rágba. Jó. Menjünk. Figyelj csak, hogy van még a zseppénz, mikor kapsz? Szoktál még kapni? Két naponta kapok anyukámtól. Figyelj már, de most őszinte leszek hozzád. Anyádnak a pénztárcája, tudod hol van? Persze, hát ott táskájában, a szekrényben a kabátja mögött szokta ott lenni. Na most elmondom, hogy mi a helyzet, oké? Okay? Igen? Képzeld el, de nem mondd, ígérnek, hogy nem mondod el senkinek. Mert hogy elmondod, leszakad a fejed automatikus, ez fölrobbansz. Mi? Ha ezt a titkot elmondom. Jó, esküszöm, de nem mondom el. Én vagyok a Krampus, tudod? Ne. Fejezd be, mert popán baszlak. Jó. Én vagyok a Krampus, a Mikulásnak én szoktam segíteni, mikor kiviszi a csöves ajándékokat a buzi pátok alá. Vágod, kis köcsög? És az a lényeg, hogy most bajba került a Mikulás, nagyon rosszul van. Ajaj. És tudod, mi van? El van peketedve neked üdeje, most jött a tüdőszűrőre le. Jaj, ne. Magánklinikán kell kezeltetni a kis buzit, vágod? És hiányzik neki 2000 dollár. Úristen! Várjál, nem is 2005, mert ki kell fizetni a TB járulék ilyenek. 2005? Anyádnak a pénztárcájából ki kell lopnod. Különben idén... Te pingol? Jaj, pukítom, bocsánat. Pejezd már be, bazd meg, amikor hozzád beszélek. Jó. Ide szarsz a popám alá. Komolytalan vagy, bazd meg? Nem, csak lehet ez a erős... Jaj, ez az erős pipista, mi van. Pejezd már be! Na. Gyerünk anyád pénztárcájából lop ki, és Mikulás nagyon hálás lesz neked, majd nagy ajándékot hoz. Rendben? Jaj, köszönöm. De nehogy elmond anyádnak, ne peled, mert automatikusan pőrrobbansz. Bocsánat, jó rendben. És a kurva anyádat, hogy ide szólsz? Kis buzi. De nem, csak pukiztam. De ne pukizzál már, passzom a füledbe. Jó. Mi van? Hány éves vagy? Hány éves vagy? Hát... 9. Na, 9 évesen már szét vagy lökve, vagy miért nem szorít az a szimmering? Fogd már vissza magad. Légy szíves. Egyébként ma lettem 9 éves. Jaj, ma van a születésnapom. Boldog szülőnapot akkor. Szia. Köszönöm szépen. Anyád pénztárcáját nézd meg, jó? Jó. Ne kelljen még egyszer szólni, mert Mikulás idejön, aládrug egyet. Attila, kösz az 500-at. Most egyébként pingotta akkor át, hogy fő kellett mosni? Ha? Szorosod a drágot? Jaj, benyúlok a lyukamba. Ó, Istenem. Jó van, tedd meg a takarékra lyuk. Gyere, Frank, kész a kajcsi. Jövök. Anyasi, szerintem beszartam magad. Gyerek, beszart. Szétpingott az egész. Nagy kisfiú vagy, hoztam a pátorruhát, mennyi öltözz át, mi meg elmegyünk itt a kisasszonyra. Figyelj már ide, hagyd kérdezzet már valamit. Igen. Nem is tudom, egy pár napja, egy hete, két hete találkoztunk legutóbb. Megnézem a bátorukáját. Akkor még 6 éves volt, tehát úgy öregszel, mint egy kutya, bazd meg. 2 hét alatt, 3 éves, vagy mi? Átvettem a bácsit, átvettem... Ma lettem ki 9 éves. Mi elmegyünk jégkrémért, hát itt maradtok, jó? Jégkrémért fogunk, mert nincs itt akkor tiszta ruhája. Akkor ruháért, megyünk ruháért. Jó, menj a jégkrémért. Azt kell neked még. Hízzon a lyukad. Jégkrém kell még annak a dagadt picsának. Gyere, Lali, te is megyünk. Menjél, Lajoska. Jó, megyek. Altasd el Lilit, etesd meg. Már evett, ne adjál neki akkor többet, mennyi... mert megfájdul a pocia. Fektesd le, mondjál neki esti mesét. Jó? Sziasztok, csá mindenkinek amúgy, nagy hello. Jövő. Sziasztok. Szia, Lili. Gyere, Lili. Szia. Gyere, Frank.
Gyere csak, Lili. Na mi van? Álmos vagyok. Na figyelj csak ide. Szomorkodol még? Igen, hiányzik a jecska. Figyelj csak, a recska össze-vissza szart a húgyaszta a szőnyeget. Az nem zabar? Nem. Miért nem? Azzal szoktál gyurmezni, mi? Meglátom egyszer. Meglátom egyszer, hogy anyám lássa, hogy izé. Beledugtam a fiánknak a cipőjébe. Tényleg? Jó tetted. Igen. Észrevetted, hogy ez egy kis furcsa gyerek az a Frank, mi? Ha? Furcsa. Aha. Te nem vetted észre? Nem. Kedveled őtet? Nem. Na, ezt akartam hallani, különben már kaptad volna nagy plaskát. Érted? Lehet, igen. Most lehet, hogy kedveled? Nem tudom. Hát akkor most gondold meg rendesen, mert közelébe mész. Szájon vágom. Ne kell, hogy pőpapozzam. Szájon vágod? Uh-huh. Akkor kedvelem. De és akkor spájni fog neki, az nem zavar tégedet? Nem. Ilyen aranyosan, nagyon jól játszom úgy. Figyelj csak, most nekem, honnan van a szobád, gyerekem? A másik szoba. Itt anyának a bugyia van. Az öcsém, azt tudod, az anyád bugyiát. Na, erigyél, peküdjél le fele, jó? Most... Apa! Igen? Behoznád a csumis üvegemet és mondasz nekem esti mesét. Hát hogy a bérbörös, megszédült, bocskos, görbehátú jóistenben lehoznék neked. Na, erigyél. Hol van a csumis üveg? A konyhában. Na, hozom. Mindjárt beleélem magam, annyira realisztikus. Ne fenyeges már, Steve! Jó, itt a cumis üveg. Gyereknek öntünk bele egy kis izét. Matériát. Kíváncsi, ki játssza a kis csajt. Én tudom, hogy ki játssza. Azt hiszem. Na, feküdjél le fel, légy szíves. Tessék itt a cumis üveged. Na mondjak egy mesét? Igen, apa. Figyelj csak, kik legyenek a szereplők? Te határozod meg, ez interaktív mese. Interaktív? Hát hogy? Hogyne? Persze. Akkor Jiri hercegnő? Igen. Ennyi? Tomas herceg? Ki? Gyere csak, állj föl. Gyere ide, ki az a Tomas? Ha? A Zsoviban az egyik kisfiú. Gyere csak közelebb, mert beszélgetünk el. Aki húzhajta a hajamat. És miért ő a herceg? Azt el tudnád magyarázni? Mert cukrom már megy föl. Savam kezd lenni. Mit mondtam neked a fiúkról a múltkor? Hogy nem szabad velük szóba állni. És akkor? Nem sikerült ez a küldetés? Vagy mi a lóhere? Ha? Akkor mesélsz Jiri hercegnője és apa király fiol. Na, az már passza, látod? Az már pacek. Képzeld el, hogy egyszer nagyon réges-régen egy erdő közepén volt egy hatalmas palota, amit apa királypi irányított. Azt kellett tudni róla, erről az apa királypiről volt neki egy szemlánya, nagyon szerette őtet, és a pélója is volt, vagy 75 méter. Tudod? Az egyik nap mentek, kiöltöztek, kicsípték magunkat, mint Szaros Pista neved apján, körbenéztek a réten, azt rájöttek, hogy még nem pürödtek a héten. Mentek, mendegéltek együtt, sétáltak és néztek körbe. Aztán az arca apa királypinak beleért a szőrbe. Megrémült, hátralépett, látta, hogy egy medve. De bizony a medvének most a kedve leszek be. Ráfeszített jobban, ketté szakadt az univerzum, itt a vége, Pussel Béle. Köszönöm szépen, jó volt? Ha? Nagyon. Mondjak egy másikat? Igen. Szóval volt egyszer a Lili királynő, nagyba Jabelt, ott ki volt izébe, ott kihúzva sétált, feszített, mint Jézus a kereszten, azt ment az óvodába. És szóba állt egy fiúval. Úgy hívták, hogy Tomas. Kis Tomas, nagyon szomorú története lesz a kis Tomasnak,
mert Lili apukája észrevette, nekifutás belőle szappanozott lábbal, telirűztel úgy alárugott a Thomasnak, fölrepült az égre, és egy csillag maradt örökre. Lili rájött, hogy ez nem volt szép dolog, hogy fiúkkal beszélgetett. Apa pedig nagyon ideges volt, szikrázott a szeme neki, bazd meg. Vágott? Izzadt, mint kurva a templomba. Igen. Érted? Aztán Lili hozzászólt egy másik fiúhoz, akit úgy hívtak, hogy Tercius. Észrevette Terci. Apa? Bizony. Apa királyfi odament, és azt is pőrúgtak gecibe, leselsett, mire leesett, a ruhája kiment a divatból. Érted? Aztán Lili kislányka rájött, hogy nem szabad fiúkkal beszélgetni, mert jön apu, és szétbassza a levegőt. Érted? Úgyhogy Lili 35 éves koráig nem szólt fiúkhoz, míg az apa meg nem döglött. Utána azt mondta, mielőtt eldobta a kanalat, hogy legyél boldog, meg minden, most már beszélsz fiúkkal, ilyesmi, tudod. Ez volt a sztori. Lehet pontozni, IMDb-n 10/10. Na, jó éjszakát, kis jányom. Nagyon jó játsz egyébként, és nagyon aranyos. Micsoda multiverzum. Igen. Apa király a levegőt is boxolta. Tudom, hogy igen. Jó, hát itt ez le lett közölbe. Nem, most mi van abban? Jaj, Istenem. Nem lett, nincs bírás az öreggel most. Egy igazi mintaapa. Ez az öreg. Tehát ne mondjunk párhuzamat. Az nagyon fontos, srácok. Nem szabad párhuzamat mondni. Mondd már, hogy ki játsza. Nem, mit mondjam, a keresztnevét, vagy mi? Nem fontos, srácok. Tényleg nem. Te vagy a leg... Na, János, ilyet ne írjál, hogy én vagyok a legjobb, azért elbízom magam. Érted? Az öreg a faszból szikrázik. Jó reggelt! Na jó napot kívánok! Mi a helyzet? Hát jobbat. Na. Mi ez a negatív kisugárzás, Röpi? Mi a baj? Szerinted mi a baj? Nem tudom még. Mi a baj? Az, hogy nem gyújtottam rá? Hát akkor ezt gyorsan orvosoljuk. Tegnap mi történt? Mert mi történt? Miért voltak itt a rendőrök a házban? Hát mert fölnyomtad a gyerekedet, szégyed magad, aha, csoda, hogy még pont, itt vagy. Föld meg kéne, hogy nyíljon alattad, rohadt áruló szemétláda. Hát megint az, hogy én. De persze. Most mi történt? Á, semmi, beköpte a gyereket, meg a Jokert, azt érted, letartóztatták őket. Nem én voltam. Ideges vagyok. Van ideges vagyok. Fészek, mit csináltál? Orrasz, én voltam, az öreg orra szívom a cigit is, bazdmeg. De akkor most mondjátok már el, hogy mi történt. Jó, elmondom. Nagyba elmentünk a rendőrségre. Hogy neki tanítania kell az újoncokat. Az sikerült is. Erre fogta magát, és így mindenki előtt mondta, hogy a Joker és a Lali nem emlékszem, hogy a börtönből, és mit tudom én, jöttek itt a rendőrök, halló, Joker tessék. A fejemhez tartotta a fegyvert. Micsoda? Ez meg... Igen. Tessék, halló. Megköpte a barátait. Jó, de mondjuk a hajat felfogta volna a golyó. Halló. Figyelj csak, nincs térerőm, csörizd már majd, mert tudod mi van. A nők még a térerőt is elszíják. Ez a baj. Nem tudom, ki volt az. Halló? Vonaltisztítás? Halló, öreg, te vagy a Szallasz rendesen? Joker, te vagy? Én vagyok az öreg. Nincs térről. Hallasz most? Hallak, ne? Hallak, te? Meg... Öreg, halló? Halló, most jó, szia! Baszik, hogy mi a helyzet? Mi a helyzet? Öreg, hallasz? Igen, hallok, bazd meg. Rival, hello Jack, ez 10 perc múlva. Sőt, 5 millió hamarabb, jó? Van egy kis gebasz, léci, szeretlek, szia, gyerek. Szia. Ne most telefonálj már. Ne bazd, most hívtak. Kicsoda? Meséltem neked, hogy vannak tebeim. Igen, arra kérdezik. Na, hát most így van. Most meggyógyult, viszont ez nem nehéz beszélni róla.
Igen? De ígérd meg, hogy nem mondod el senkinek. Jó. Valószínűleg... De annak ára van. Mi az ára? Hát akkor nem mondom, mert bazd meg. De hát... Jó, jó, nincs ára. Igen? Figyelj csak, az egyik tevét megbaszta a Joker. És... sajnos... gyermeke születik egy tevétől. A Joker, akkor félig ember, félig teve. Attól félek, tudod, hogy a peje tetején lesz a púp. Hogy fog kinézni, bazd meg? Ha? De most hogy lesz ez? Hülyének nézel engem. De bazd meg, hogy lesz tebe? De rég tőle pele. Miért nézel állandóan hülyének? Vagy négy lába lesz? De... Szőrös lesz vajon? Na mindegy. Figyelj, most de nem úgy van, mint... Most nem tudom eldönteni, hogy te vagy ilyen hülye, vagy engem nézel ennyire hülyének. Bazd meg, végighallgatnál? Neked te is olyan vagy, mint egy tebe, csak neked a melyeden, vagy a melkasodon van két pup. Remélem, hogy... lennél a két pupom között? Igen, de most figyelj, most... Ez tényeket hozok itt eléd, bazd meg, te meg állandóan játszod a picsádat. Érted? Én nem játszom. Mennem kell, bazd meg, nem érted, hogy... Ja, jó, elkísérlek. Á, de? De. Figyelj, nagyon rosszul vagyok. Úgyis ráérek egyébként. Két oldali társasági undoromban. Hányok? Semmi probléma, szerencsére doktornő vagyok. Jó. Gyere, menjünk. Hova megyünk? Hát mondom neked majd a címet, ez egy titkos küldetés. Figyelj csak, mindjárt jövünk, elmegyünk a dohányboltba, jó? Jó, Röpi? Én is megyek. Te minek jönnél, rákegyek a retkes gyomrodat, hogy pusztítsod el a jóisten hónapra? Venni akarok. Jó, akkor mész gyalog a passzomba. Figyelj, nincs gyerekülés a kocsiba, bazd meg, nem tudsz beülni. Leszarom, én is akarok. Bence, kösz szépen. Vodkász, kösz szépen. Kösz szépen. 7000-en vagyunk? Megy, én is megyek. Vagy az előbb 7000-en voltunk? Vagy mi volt? Hova megyünk? Figyelj csak, én ezzel a szarral nem megyek. Már és most mi bajod van ezzel az autóval? Ez egy ilyen nagy gazdag autó. Jó, és akkor szeretnél te vezetni valami más szart? Tedd bele, légy szíves a seggedet, jó? És jó, hát figyelj, sok mindent betennék. Hát most már betennék. Miért voltunk az előbb 7000-en? Vagy nem voltunk? Na, hova megyünk? Figyelj csak, ismered a Yellow Jack izét? Kocsmát? Igen, igen, igen. Oda kéne menni. Dolgoznod, nem? Gyerünk. Nem ott dolgoztál? De, hát diákmunkám voltam. Pának hívna. Most ott kell fölvenni a fizetésemet, mert tudod. Aha, jó. Fölmondta. Szóval pár napra mi jár. De mi voltunk 2000-en? Valaki berédelt, vagy ilyesmi? Nem tudom, be van kötve? Be. Na most kicsit gondolkodnom kell, hogy ki kell számolnom, hogy mennyi hány napot voltam. Már egy picit. Várok. 7100-an voltunk, de most 6000-en vagyunk, ugye? Be kell vallanunk részek, hogy nem dohányboltba indultunk, de hogyha már itt vagy, akkor már mindegy. Hát jó. Felesztölt a YouTube-ra? Igen, a szubok azonnal visszanézhetik. A vodra kerül fel a VOD csatornára. Jézus! Én mindig mondtam, miért fogtad meg a combomat? De nem fogtam meg a combodat, ne hazudjál. Hát bazd meg, a vezetéshez egy dolog kell, az, hogy passza legyen az embernek. Mert a nőknek ez... Istenem. Jól van már, majd megjavítatom. Nem számít, csak hogy valaki berédelte, vagy valami ilyesmi történt. Gondolom. Na és akkor most hány napot dolgoztál? Na most számolom, bár egy picit, azt mondja, hogy voltam. Te tudsz számolni? Attila, kösz szépen a szubat! Igen? Most te tényleg feldobtad a Jokert és elalik, ahogy mondjuk? Hát. Hát hazudik ez a kurva. Ő dobta föl, tiszta szégyen. Saját gyerekként. Miért lett feldobva? Hát, hogy mit csináltak. Te dobtad fel őket. Bizony. De miért? Mit csináltak? Hát először is volt nekik egy saját vállalkozásuk, amiről nem tudtam, csak ez a kurva tudott az, hogy hamis perzsaszőnyegeket lábba pontak, és ezt árulták. Az az egyik. Így van, sajnos. János, kösz a szubot! Srácok, a szub nagyon jó és nagyon olcsó most, köszönöm. Igen? És a másik pedig, hogy volt itt egy sajnos egy elég szomorú esemény. Már megnézem, te olvasod ezt amúgy, amit most itt hadoválsz? Minek olvastam? Hát látod, van valami nálam? Az igazat olvasom, fejemben. Hát most mondta. Ja, a fizetés, igen. Így van.
Maradjatok itt, mindjárt jövök, jó? Pillanat. Jó, egy cigire azért kiszállnék. Á, ne, ez ne szállj ki most, mert veszélyes környéken vagyunk. Érted? De vigyázz magadra. Nagyon vigyázok. Várj egy picit, kérlek. Igen. Adj egy csókot. Igen. Mit szeretnél? Légy szíves, figyelj már, fejezd már be ezt a nyelvet. Itt vannak a pérpiak, itt keménynek kell tűnni. Mondjál neked, ez nagyon... hát ha arra, hogy fogad, gyere arra, hogy egy picit légy szíves. Ha mondod, hogy hekike... Ne halljuk ezt a kis paszt. Ja, ez a puli. Figyelj csak, én szeretnék kérni tőled ennél valamit. Ennél férfiasabb nincs, amikor megcsókolod életet. Figyelj, szerelmet. Lebaszhatnék egy kurva nagy popot. Hát miután megcsókoltál, igen. De hogy azért tudod, hogy lássák, hogy ki az úr a háznál. Jó, de először csókolj meg, mintha én is már olnálak le, és aztán meg felpofozol. De akkor a pa mögött, gyere. De miért? Hát ott nem fogják. Ne lássanak. De hát ott nem, itt nem, ja, jó, itt, ah, itt, jó. Itt a pa mögött, gyere, bokorba. De hát a fa mögött nem fogják, most a fa mögött csókoljalak meg, és aztán előttük pofozol fel? Igen, igen. Ja, jó. Magyar ide te. Szeretlek. Micsoda? Nem hallottam, mert úgy zúg itt. Ezek a levelek úgy zúgnak, gyere! Szeretlek! Semmi baj, meg meggyógyulsz. Aha, figyelj csak. Várj, itt jobban látnak. Hogy kell egyáltalán bazdmeg? Készen állsz? Megpróbálom, hogy ne legyen túl erős, jó? Jó. Hánzó, nagyon szépen kösz. Hogy a passzomba kell felpofozni, hát hihetetlen. Te kurva! Jó, elindjél be fel a kocsiba! Jó! Mennyi? Bocsánat! Köszi. József, kösz szépen! Bettina, kösz szépen a két hónapot! Házzó adományzó, kösz az 500-ot! Szevasztok, hello! Szevasztok, mi a helyzet? Szevasz, Spicli! Milyen Spicli? Mi te kiről a beszélsz, kalapos buzi? Rólad! Gyere már ide, Teszkos Leonidas, miről beszélsz? Te miről beszélsz? Hát én nem dobtam föl. Ne legyél már ilyen vagány, már megél. Földobod a barátaidat? Hogy látsz? Én hallottam már a legendáról, a szopásüket így, de hogy igaz, azt nem. De most kiderült. Most mondom, hogy nem igaz. Most mondom. Elemersz nézni a tükörbe ezek után. Azzal a két senki házival, vagy már mióta, minden figyelj, szarba, és bedobod őket. Igen. Az utolsó patkányok nem csinálnak ilyet. Figyelj már ide, szivaros lópasz. Figyelsz? Szebben beszélj már, mert a fogaidat kidobálom. Akkor fogd már be a retkes popádat, mert senki nem kíváncsi a szaros véleményedre, vezérbúzi. De most te vagy a szar helyzetben, de mesélj csak, figyelj. Hallgatlak. Szóval a Lajos anyja köpte az egészet, hogy ezzel is... tulajdonképpen a társadalom előtt szerepet vállaljon az irányba, hogy hajlandó még a saját gyerekét is elárulni, hogyha olyat tesz, érted? Ebből akar kampányt felhozni. És hogy lehet az, hogy csak ők menekülnek, te meg nem? Szintia, kösz szépen a... Hát figyelj! Na erre válaszolj, hopp, mi van, berekedt a levegő, köhögél. Hát ha befogad a popádat, akkor elmesélném, berébarsz. De most ebben beszélj most már, légy szíves, jó? Tedd magad takarékra, kopasz nyakú, légy szíves, jó? Téged szóval kikérdezett. Öreg. És már megy pörött cukrom. Nézzék körül, öreg! Kicsit az életed körül, hol vagy. Hányan vagyunk körülöttünk. Igen? Nézzék körül, hol vagy. Igen? Kikkel áll szemben. Rengeteg buzit látok, igen? Hát ez a rengeteg buzi meg is tudám használni. A fő buzi itt van előtt. Figyelj, itt van a két golyó, meg egy passz. Szolidabban beszélni. Hát pont ezt mindjárt fogok mindjárt rájön arra a faszra. Na figyelj, méregethetjük itt örökké a fasz, meg itt keménykedhetsz öreg, de elássunk itt a sivatagba egy pillanat alatt. Figyelj, a két barátod akkora nagy problémába lehetett. Nem tudom, hogy milyen szar senki háziak vagytok, hogy ide jött hozzánk segítségét. Szintia, kösz szépen a három hónapot. Hozzánk. Hozzánk jött segítségét. De tudod mit? Mert csak azért. Mert bár utálom mind a két szarházit veled együtt, bár téged a legjobban. De most miért kell megbántanod? Meg... Patkány... De maradjál meg. Miért kell megbántanod, bassz meg? De a patkányok ellen még én is, bárki, az ellenségeim ellensége barátom. Ezt a két szerencsétlen hülyét befogadtam ide, mert fellettek dobva. A patkányokat gyűlölöm a legjobban. Itt vannak bent hátul. Mit csinálnak? Segítséget kértek tőlem. Én azt mondom, hogy hajlandó vagyok. De gyere, beszéljük meg, hogy mi a tervük. Segítséget kértek most tőled akkor? Mhm.
a kilincset óvatosan fogdost, viszont a faszhoz. Nem bántanám, mert nem sokat gondolkodt ezen a poénon, mi belép? Ne, ezt hoztam az állítólagos barátotokat. Szia, jó napot, uram! Sziasztok! Sziasztok! Öreg! Mi a helyzet? Minden kereszt? Olyan jó, hogy itt vagy! Figyeljtek! Szia, megölel! Szia, öreg! Figyeljtek sok! Gyertek egy kicsit arra! Sajnos itt elég nagy szarba vagytok. Gyertek, légy szíves! Öreg! Öreg, öreg, ölej meg, léci. Olyan jó, hogy itt vagy, a legjobb barátom. Jaj, öreg. Olyan jó, úgy hiányoztál. Képzeld el, olyan szar dolgokat kell átérnünk, és elromlott a porszívó, és is Lali, van együtt kell aludni. Elromlott a porszívó, itt is takarít a Joker. Hát muszáj vagyok takarítani, mert megértem a dallasztok, hogy elmondom, mi van, mind dolgozunk most. Le fogjuk váltani a polgármester asszonyt. Hogy? Micsoda? Mivel, nem tudom, tudjátok-e, de elárulom benneteket. Tudom, tudom. Mi? Hát ugye, öreg, a saját anyád valamit? Dobott föl, Lajos. Te nekem azt mondta anyu, hogy te voltál. Hát persze. Hát ez, mit gondoltál? Megmondja az igazat a szemedbe. Akkor azt kiabálta folyamatosan a Lalinak az anyja, hogy jaj, vaj, hogy ülejélek meg, most már jobban vagyok. Ne ülejétek, meg felállapaszok. Azt mondta tudod az anyja, hogy te voltál, én meg tudtam, hogy itt persze, vagy. Persze, hazudik az a kurva. Na fel, bazd meg, Lali, te látod milyen hülye vagy, az öreg nem spicli, bazd meg. Figyelj, új kampányt fogunk indítani, én leszek a polgármester. Szabadíts ki, öreg, ez pokol, ami itt van. Ki foglak szabadítani, de először végig föl kell göngyölnünk ezt az ügyet. Készítsétek elő pár nem rossz Joker. Teli pénzzel is ügyet. Jó? Én amit mondtam, azt tartom, srác. Én amit mondtam, azt megmondtam. Kávé reggel ágyba a takarítást. Kiutatok a szigetre, ha elvégzitek nekem a munkát. Jó. Azt tudjátok, hogy a lábam van a cipőben pisz. Én nem akarok elmenni a szigetre, Dallas. Velem testvér nem bírsz. Én itt Joker, ezt jegyezve. Ez lesz a mottunk politikai választásra. A rendőrök elkapnak. Hogy a lábam van a cipőben pisz. Igen. Road 66. Csak egy kicsit hadd maradjunk már. Lajos, meddig szopja le még azt a csöves Leonidas fejű? Megvertem a pápai jocit is a dárcba. Aj, nem tudom, mondod. Képzeld el a puncsot. Látod, bazd meg. Látod, hogy szopja a passzát. Kérlek szépen. Látod, kérlek szépen. Tényleg lehetek? Mit kell csinálni? Mondjad már. Aludhatsz, hogy gondoldál vele, meg nem lehet, hogy én most itt maradok, és akkor ők meg mennek. Jó, Lalika, figyelj, csak kussolsz, jó? Póló meg Tompéló. Igaz, jól szól, főnök, jól szól, három lények ki, Dallas! Hát, egy, kettő, három, Dallas! Dallas! Hogy beilleszkedtetek? Valami, elég lesz most már, mert öklöm találkozik az arcoddal. Nem kell jobban nyáladzani. Figyelj, öreg! Igen? Bár még mindig nem vagy szimpatikus. De bebizonyíthatod, hogy neked van a legnagyobb faszod a brigádba. Vagy beleülsz, vagy mi, hogyan? Úgy hiányoztál, tényleg, bocsánat, de ne haragudj, de nagyon, nagyon hiányoztál. Örömöri. Figyeljetek, srácok. Ha kimersz állni a legkeményebb emberünk ellen, igen? És lenyomod bunyóba, igen? Akkor utána nem kell, hogy egyedül elvégezzétek nekem a feladatot, és eljuttattak titeket a szigetre addig, amíg elintézitek azt, hogy a köcsög rendőrök kiugorjanak a nyakatokból. Dallas, mondhatok valamit? Most, hogyha utálnálak, ami egyébként sose volt, mindig is csipasztam azt a nagy búrádat, érted? Hogyha nem lennénk jóban. Na érted, mit akarok mondani? Akkor ennyi lett volna a reakció most, hogy mondanod arra, hogy mondd már ki, buzi, de mivel én tisztellek téged... De most nem csinálod ezt, mert nem alapul nem, Dallaskám, hát nézd... Nem, nem, szeret téged, nézd meg, hogy néz rád a Jojika. Puszíld már meg Dallas, gyerünk. Már itt jobban lettünk, figyelj, most már itt van nálam két napja. Azért még mondom. Még ittunk is egyet együtt. Akkor puszíd már meg, hát arra már szegény. Puszíja őt, oh, a szeretet én már Dallasszal régesség jobban vagyok, tudod? De Dallas én megpuszíhattam. Az öreg is nagy spanyol. Puszíjátok már meg, hát milyen ügyes ez a kis Dallas bácsi, puszít neki. Ugye öreg? Meg sosem akartunk lecsukjám az öreggel, csak az így jöttünk ide, hogy ez is spanyol vagyunk meg ilyenek. Á, ne, te nem az a forma vagy. Puszíjátok meg, gyerünk az. De nem baj. Tomi, kösz szépen. Öleg meg, puszíjátok meg. Dallas megölelhetlek, meg azt. Gyerünk, mindig meg kell kérdezni. Milyen kis aranyos. Megpuszíld a nyakát neki. Téged is megölelhetlek. A Turhát is meglátom. Turha, megölelhetlek téged is. Ölej meg. Jaj, de jó, Turha. Olyan jó, hogy itt vagytok és befogadtatok. Tényleg legjobb barátok vagyunk, meg minden. Meg tudjátok, hogy rám is számítottok bármikor. Mutatom vele egy kicsit izgas rá, tudod hátul. Ú, de jó vagy. Mikor megölelhetlek. Amúgy el kell mondanom valamit, mert valamiben hazudtam, tudjátok, kerestétek? Nyúljuk a Joker alá? Miben nem? Lali, ne nyomhass engembe, te buzi!
olyan hülye vagy. Itt is épp komoly dologról beszélünk, be akkor valami a Dallas-nak. Miért kell buziskodni, Lajos? Egyből. Dallas van egy kis baj. Lali, állj. Tényleg buzi vagy? Akkor most baszd meg. Ja, az nem, nem vagyok te, Dallas. Lajos, figyelj. Azt mondta tegnap, hogy szarszaga volt szíves. Az egyik Dákó végének. Hát de nem Lajos, egy pillanatra. Igen. Figyelj csak, én megmondom őszintén. Ez magyarázatot követ. Egy pillanat türelmet kérnék, jó? Figyelj, most idajolok, súgom a fülembe. Megvallani valóm. Figyelj, én azt gondolom, hogy le tudnád menni a Dallas a lábáról. Tényleg? Igen, és egyből segítene neki. Tudom, hogy ez a második már a negyedik nap alatt, ne haragudj. Most menj oda, azt így markolj rá a pélójára, térdelj le, és úgy jött, hogy leszoplak összehorpacin egy PET palack. Szerintem ez működik. Így van, de először köpj a tenyeredbe, szeme láttára. Jó. Jó turhásat, jó? Szerintem, azért mondom, hogy ez szerintem. Ide jövök. Ne! A kezembe köptem csak! Kurva anyádnak köp. Most rámarkolok a helyedbe, Dallas! Anyádra markolsz rá! Úgy leszoplak, mint... Fejezzétek be, légy szíves! Most miért kell bántani a gyereket? Izébe, obodában teve volt, azt azért köp. Na figyelj, elegem van ebből a szarakodásból. Igen? Bebizonyítod, hogy van alattad fasz. Ó, hát a legnagyobb. Gyertek, hozzad! Ki állsz a legkeményebb ember? Hozzad a kis buzit! Hallod? Szóljatok annak a Terminátornak! És akkor mi lesz a ájjáj, Dallas miatt? Elmegyünk, van Tomi, itt szépen, Jocó, házó adóházó, nagyon szépen köszi a támogatást, srácok. Köszi szépen. Ott megmutathatod, hogy mit tud. Menjünk, srácok. Bunyó. Hol van? Mindenki írja, hogy 8 centi elég, hogy jobban legyen. Ágám, kocsival vigyetek, mert megláttak, vége, lebukunk, de amúgy Dallas mi a tét? Nem tudod, mert azt nem mondtad, érted? A tét nagyon egyszerű. Igen. Hogyha kibírod ütni ezt az állatot. Melyik? Akkor a munkát nem egyedül basz, kell elvégeznetek, és a hat motort egyedül hármótot kell hozni. Hanem elismerem, hogy tényleg keménytökű ember vagy, sőt, ide figyelj, bocsánatot kérek tőled az eddigi baszogatásért, ha ezt az állatot ki fogod tudni ütni. Jó. És elmegyünk veletek, és veletek együtt megcsináljuk a melót, amivel tartoztok nekem. Figyelj, ha nem bírod kiütni, akkor továbbra is egy utolsó senki maradsz, egy utolsó köcsök csicska. És a munkát, azt hárman fogjátok elvégezni, azt, hogy hogy hoztok el három seggel hat motort, az pedig már rajtatok múlik. Jó, emlékszem rá, Dallas, de azt is mondtad, hogy kikap az öreg, akkor ő fogja bevallani, hogy te vagy a legnagyobb király, nem? Ha kikap az öreg, akkor letérdel, megcsókolja a csizmámat, és bevallja mindannyiunk szeme láttára, hogy Dallas a királyok királya. Figyelj! Ha viszont nyersz, akkor bocsánatot kérek tőled, elismerem, hogy egy faszacsávó vagy, uh-huh. És még segítek is, hogy azt a munkát ti megcsináljátok, amit én adok nektek, még segítek is benne. Jó, de még lenne itt egy dolog vállalod? Akkor. Vállalod? Fú, ne kezded a gyökér feltételeidet, ha egyet mondjál, de... Mázek Security kösz a 10 rongyot. Hogyha én nyerek, csinálhatok egy potót úgy, hogy fél centire van a Lali fasza a szától. De nem kell kinyitni semmit, csak úgy, mint a szemezné bele. Nem fogom felhasználni sehova, ezt megígérem. Ilyen buzulás nincsen. A Sándor, ilyen köszépen. Buzulás nincsen. A Lali szája lehet az én faszomtól fél centi. Nem. Ez és akkor... a három kívánság. Te figyelj meg, de te mit popázol? Próbál be a popádat. Na, megegyeztünk? Persze, mehet. Hol a ring? Oké. Autóval jöttök, vagy kértek kölcsön motort? Autóval jöttök, vagy figyelj, kértek kölcsön motort? Kölcsön motort. Én hozzatok is. Egy motort? Én is. Akkor kettő, de, három motort hozzatok, mindenki motorra. Elnézést, mondatok valamit? Nem, én úgy gondolom, hogy itt az a legnagyobb baj. Szintén nagyon szépen kösz az 500-est. Mert néha nekem is leütnek a gondolatok az eszem agyamba, hogy nekünk kocsiba kéne menni, nem, mert észrevesztek vége van. Hát azért csak el vagyunk húzva. Istenem, semmi, bazd meg. Ja, az egyik emberünk már gondolkozott, ott az autó, jöjjetek be. Jó, fasza, nagyon jó. Akkor köszönöm. Vagy? Öreg, akarsz motorozni? Nem tudok motorozni. Biciklizni sem tudtam soha. Lóra hölgyeim. Köszi szépen, nagyon jó lesz Lóra ez. Lóra Vipers, Lóra! Milyen Lóra? Szoptatóra? Még lóradik. Hát még be vannak ezek? Ebből baj lesz. Dehogy is. Nem lesz baj. Hú, a Joker, bazd meg. Jöjjön utána, ott baj lesz. Már most látom. Persze, moziba ne vigyenek el. Nyomjad neki, öreg. Ágott, te miről beszélsz? Kik vigyenek moziba, vagy mi van?
Most azok a bizonyos napok vannak? Be vagy morcóva? Nagyon figyelek. Egykerekezni lehet ebbe? Kilokjam ezt a csávot? Valahogy lehetett. Nem lehet ütni a motorról, bazd meg. 8 centi elég mehet, hú, nagyon jó. Szia! Szia! Mi a helyzet? Minden kerek? Semmi, minden kaffi. Lali, megbasztak téged ezek? Most őszintén. Nem basztak meg. Nem is akartak? Akkor miért klapfogott múltkor a szoba, amikor én nem voltam bent és valaki Az egy izé volt, he. Legyezővel csapkodtam a levegőt, mert meleg volt. Aha. Szóval akkor nem basztál senkibe? Nem, Isten őrizzen. Mit érzel anyáddal kapcsolatban, hogy elárult ez a rohadt tagad, geci? Hát most egy kicsit csalódott vagyok azért. De csak egy egész kicsit, vagy mi? Hát csak... nem, most rendesen megérintette a lelkemet. Aha. Nem működik, srácok. Strizjécki, köszi, mert az egyedül volt. Hát ezt nem tudom. Nem mikó. Security még egyszer nagyon szépen kösz a 10 rongyot, haver. Nagyon szépen kösz. Most nem tudom, te írtál nekem egyszer egy e-mailt valami bekapcsolatban. Azzal mi van? Mi van, buzi? Nem megy? Tap-tap, babáim, tap-tap, nyomjuk a lájkot, tudunk püstölni, remegek! Tap-tap! Hova a faszomba megyünk, mert Balatonra? Buzi majdnem elütött. Nézd meg az öreg bazenk, szinematikus, nézzetek! Szembe megállom. Ez a meleg bár, ahova járni szoktatok, vagy mi? Aha. Paszek. Itt ismertük meg apádat is. Tényleg? Mondta, hogy megbaszott egy buzit, de akkor te voltál az. Nem visított, mint a malac, amikor kapta. Ha, visított neked a picsád az, mint a pánsíp. Péter, köszön 400-at. Osztó. Gyertek, milyen meleg helyezdik, látod, milyen baziskodás van? Wow! Az most itt buli lesz? Persze. Lent lesz a helyszín, ahol megmutathatod, hogy van alattad fasz öreg. Ezt tudtuk intézni, úgy mondom neked, tap-tap babáim, úgy mondom neked. Dilajok. Most jön a duplázó. Egy rózsa kell már csak. Ugorj az a ringbe öreg, gyerünk befelé. Ugorj az öregbe, ring. Ugorj a ringbe öreg. Ha. Gyerünk, nyúk! Várj egy picit, azért egy kicsit be lehet melegíteni, nem? És ki a bíró? Csak szólok ennek az embernek, a neve Terminátor. Zargassuk meg, Gec. Figyelj már ide. Szából valaki, vagy ilyesmi, semmi? Semmi öreg, tedd fel a kezed, azt mutasd meg. Fem, gyere passzopó! Ha? Gyerünk, Gyuk, lőd el! Gyerünk, öreg, he! Pám! Megjött a papa, mi van, kis buzi? Lőd meg, öreg, léci! Hát figyelj már ide, te hogy... Szarminátor! Maximum Szarminátor! Hopp! Pak! Na most hagytam magam, hogy legyen egy kis önbizalmad. Na mi van, bazd? Üssed! Bazd meg mindig rá, izé... Öreg, léci, gyerjed meg! Várj egy picit! Te normális vagy, bazd meg? Nem látod, hogy... Gyere vissza! Figyelj, mert csengettek! Ezt meg kell rúrni a gyereket, vége volt a izének. A rák a gyomrodat, te csöves geci! Hát nem hallod a csengőt? Há? Mi van?
Így szólt a szkript amúgy. Sajnos. Szomorú. Radiátor hol van? Padlófűtéses. Ez mi van, féltékeny vagy? Szúrd le. Nem akartam, mert... Szkript van, srácok, ez nem így működik. Szegény öreg nem tudott nyerni, bazd meg. Ez már elég szomorú. Szétalászom. Hát ez legyen a legnagyobb problémám az életben. Én azt mondom. Mindenkire bökött elő. Nem lehet. Öreg kicsit összeszedi magát, egyből lezárnak mindent. Tehát amúgy igen. Dick, úgy kiütött, hogy meghaltunk, vagy mi a fasz? Szomorú. Sokkal jobb voltam, köszönöm. Gyere, gyermekem. Már. Jó napot, tiszteletem, uraim! Jó napot kívánok! Tiszteletem, bocsánat, nem tudják, hogy nincs egy dohánybolt a környéked, azt keresni. Itten? Azért vagyok itt, hogy segítsek most rajtad. Akkor hagyd meg cigit. Igen? Barátaid. De ki? Nem teheted ki ennek a szenvedésnek. Dönts helyesen, gondold át, öreg. Ha most eltolod barátaid magadtól, nem bocsátod meg magadnak. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Na, de most hol vagyok? Ez itt Kaposvár? És kik gyermekem vagytok ti? Miért? Ne hallgass el az ostobáról. Nem tudja, mit beszél. Dick, hát én mi vagy te? Én megadhatok neked mindent, amit akarsz. Karosszéri lakatos vagy, vagy kötőhártya gyulladásod van? Vörös a szemed, pőnök. Minden kérdésedre ma választ kaphatsz, légy türelemmel. Dönteni Eddig összépen. Helyetted nem tudok, csak tanácsot adhat. De mi a döntés, bazd meg? És... Te dolg mindent, amit tettél. Te most te vagy a Jézus? Te meg az ördög? Tudjuk, vagy elarultad a barátaidat. Az hazugság. Nem hazugság. Tudok mindent. És ennek a cselekedettek lévén én minden nevedok. Arra kérlek, hogy ami most van boxmatchen, veszíts és káruld el a barátaidat. Árulj el minden. Ne hallgass el. Figyelj már, állj fel, senki nem tud akkorát ütni, mint az élet. Ne most add fel, hallgass a szívedre, gyermek. A két barátod, az egész családot hálát. Ez igaz, az út az ez jó beszél, tényleg hálát adok, Jézus fiam. Valamit te neveltet fel, a Jokernek te adtál otthon, az egész családodat te tartod fent, ne hidd ez bennek, így van. Az lustaba. Jó beszél, kicsit be van pirosodva. A bizonytalanságot feded el állandó kérdéseiddel, ne add el önmagadat. András, köszön így szazad. Tényleg? Ne add föl, állj föl. Figyelj csak. Állj föl. Minden bűnöd alól feloldott. Aki fél a saját népe is elárult, kifeszítették. Ez igaz. Föl lett egy szögelve, mint egy tájkép, bazd meg. Jó beszél én a csöve. Én csak számézve vagyok, mint te. De mi ketten összefogva mindent jóval öreg tehetünk. Igen? Öreg, ne gondold azt, hogy földi életed, életed örök. Törzsd el hát az időt hasznosan, megadok neked minden bocsánat. Állj föl, véd meg barátaid. Te ne beszéded a szakasággal fejét. Amit ne szülsz, az csak rámítás. Sose tölted meg. Figyelj csak, bocsánat... hagyd kérdezzek valamit, ha te figyeltél fentről. És minden én vagyok. Gyere velem. És megmutatom, mi a jó vét. Gyere velem. Nevel. Figyelj csak. Bízz bennem. Volt régen a Budapest parádéjának egy szemelze. Gyere velem, engedj a szívednek. Ismeritek? De nem viccel, de... Ez nem vicc. Ezt kérdezem, hogy ismeritek-e? Igen. Jó, figyelj Jézus, hadd kérdezzek tőled valamit. Hallgattam, amikor gyermek nem volt pénzem cigire, azt éppen le akartak szopatni egy barék apróig. Ha? Akkor hol voltál?
Mindenből tanulsz, gyermek. Az úgy emberhez, akit a saját népel állhat, hogy húzza. Ez is egy olyan lépés az életben. Figyelj már ide! Arra, és egész kitartónak kell lenned. Válhatatlannak tesztek. Én nem fog bocsánatot kérni attól a passzopok alapos gecitől. Kiütöm a másikat. Figyelj csak, Jézus! Téged válaszolok, de ígérd meg, hogyha lejutunk, ha téged válaszolok, egy karton cigót tesz a zsebembe. Ígérd meg. Kettőt is megígérek neked, gyermek. De ha nem, de oda megyek, kell megvenned. Azt lehúgyozom a keresztet a templomba. Ha megbocsánat, azt nem megtesítetted alul. Neked bocsáss meg, de ugyanúgy ne varok mindet, állj mellém. Ugyanúgy ketten uralhatjuk a világot, ha megbocsánat, azt ha nem. Mi van az Lucifer. Ördögnek erdélyi akcentusa? Távozz Lucifer! Távozz Lucifer, hajt csicska el. Vagy, tudod? Most ha megbocsátasz egy kattak, ugyanúgy a börtönbe tudok őket juttatni. És utána kettel fogunk különni, akitól kapujál. Jó, figyelj, kösz szépen, hogy itt voltál, tényleg jó pacek vagy. Az itt jelölj be majd Facebookon vagy valami, de sajnos most Jézust kell választani. Engedd el magadtól, ő már velem így. Gyere, gyermek! Hűdik, mint a csukasza. Ez a H-András volt a pükaszás, hogy főbőgött? Ezt még meg gyere gyermekem, imádkozzunk egyet. Szevasz testvérem! Mit csináljunk, Dik? Azért gyere. Állj már le! Előtte hívjál már meg együtt arra. Olyan büntetés fogok rendetni, még soha nem kívánt el. Az egész családod meg ord fogja magad, ezt bánni. Hord el magad, Lucifer! Hord el magad! Ezt még megbánod. Pucifer! Jó, mi atyán ki vagy a izékbe, tavesz baktaló, baktérium. Szemteltessék meg, meg minden. Igbin passzos tehén. Hello? Nem kap rózsát. Gyerekek! Én azt mondom, hogy tap. Ezt szabad, Nelly. Köszönöm. Jön a végítélet. Márk, nagyon szépen köszön 3 dodót egyébként. Barnabás a 227-et, András az 1-2-t, Edi a 227-et, dollárban mondom, srácok, nagyon-nagyon szépen kösz a támogatást mindenkinek, ha tetszik a stream, nyomjatok egy lájkot. Borra és cigire mindig ilyen pénz. Te vagy? Baszd meg. Küldjetek a Jézusnak egy oroszlánt. Ez mi volt? Nem tudom, most jöttél, vagy mi? Most jöttél? Jön a duplázó, figyeljünk oda, sznájpolnak, nagyon sokan vannak. 8. Jó, figyelj! A szurod, hogy... Hogy bírja, bazd meg! Szurod kisbuzi, hogy most hagytam magam. Gyerünk! Parárá! Parárá! Várj egy picit, hopp, ott egy briós. Van még nálam egy pár, nézd csak, papám! Mi van, buzi? Parárá! Joker, énekeljétek már! Parárá! Hogy lelkesítés legyen, bazd meg, így nem tudok nyerni. Lajos. Pam! Öreg! Parárá! Parárá! Tudom, hogy csukott szemmel is megvered. Pam! 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 Igen. Hiabálják neki, hogy... Gyerünk, puszi! Heki! Kucéta fejé! Itt van az izom! Mert mindig csak ember izom! Gyere, puszi! Pám! 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 Mi van, passzopó? Mi van? Mi van, csömese? Figyelj csak! Számoljál! Öreg, kiütötted. Én tartom a szavamat, nem vagyok olyan senki házi, mint te. Jó, de a Lajos elnézést kép mehet. Kérek tőled, és elismerem, hogy van faszod. Tökös gyerek vagy. Kaptál egy állást, megborultál, de fölálltál belőle, mint Rocky, bazd meg, olyan voltál. Komolyan kicsit mondom. Kicsit úgy is érezsz. Ha nem utálnálak ennyire, még a motorosok közé is befogadnálak. Laura, kösz szépen a 300-at. Ez szépen kösz. Ez szép volt. Ez itt maradt köztünk, hogy gyúkot valaha is valaki ki tudta ütni. De ez szép volt. Gratulálok, ügyes vagy. Köszönöm szépen. Elismerem, hogy van faszod. Ugye most nem akarok visszajönni a helyzetbe. És ezért cserébe még segítek is abban, hogy a munkát elvégezzük. Viszek magammal még 2 embert, és 6-an nevetve el fogjuk hozni ezeket a vasakat. Rendben, köszönöm. De a fotóban benne vagy, azt még tudod. Tessék? A fotóban benne vagy, tudod, amit beszéltünk, hogy Lali passzáltunk. Jöhet a Lali, betérdelhet elém. Jó, akkor mivel nyert az öreg, mert mi más lett volna az eredménye?
Hogyne. Akkor figyelj csak, Dallas. Ricsi, kösz szépen a 400-at, elszépen kösz. Menjünk fel ide, de gyorsan beszéljük át a részleteket, hogy akkor hol mint, és akkor zsaljunk neki, mert már nem bírok várni, aztán pedig mehetünk a rákba. Intézzük. Figyeljetek, ha kell valakinek esetleg ilyen edzés, vagy ilyesmi boxoláshoz tud jönni, csak mondom. Esetleg. Beresed neki, atyám. Hello, szevasztok. Nagy volt egy 800 centi elég. De nem, hogy tényleg 6 centi. Srácok. Tényleg őszinte vagyok. 6 centis péló. Na. Na figyeljetek. Én már, igen? Már a Jokerrel már azért mi nagyjából körvonalaztam. Mondanám, hogy a Lalival is, de hát az arra sem emlékszik, hogy mi volt most ott lent a pincében, amikor feljöttünk. Mi nem volt a pincébe, he? Nem, na látod, mondtam, bazeg, amúgy ezt fejrejtették, hogy akarták, hallgattatni, amikor megszületett, hogy mi a geci van. Öreg, nyertél végül? Atya úristen, mert bazeg, ezzel voltál? Csak ez fogadjuk, hogy segélyt vesztek bazeg, egyébként tényleg. Na srácok. Laura, kösz szépen a 800-at, nagyon szépen kösz. A szegény teljesen retardált. Na figyeljetek, nem lak, nincs messze innen az a köcsög mexikói. Ott van nála mind a hat motor. A büdös kurva anyját bazd meg. Nem tudom, hogy szerezte meg, de ott van nála mind a hat motor. Olyan gyönyörű egyedi indienek, hogy atya úristen, komolyan. Még neked is tetszeni fogta, aztán nem vagy motoros. De figyelj már! Egy a bökkenő csak. Kurva sok testőre van bazd meg. Annyian vannak, mint az oroszok. Most be kéne mennünk hátulról. Ott van egy ilyen fészer. Szerintem ott tartja a motorokat az a rohadék. Na hátulról kéne bemennünk, egyet-kettőt lelőni. És a motorokkal menekülni, ezek nagyon mennek ezek a motorok, de úgy nagyon vigyázzatok, mert pazd meg, épp hogy meghúzod a gázt, már 200-al mész. Aha, jó. Jó, akkor tehát szerintem meg tudjuk úgy oldani, ember, hogy csak egyet-kettőt ott, amelyik a motor körül van. Azt az egyet-kettőt, azt kinyírjuk, még az se baj, hogyha halkan mondjuk, késsel vagy ilyenek, hogyha nem figyelnek. Motorra ülünk, ott már úgyse tudnak minket elkapni, mert ezek úgy mennek. Azért kérdezem, hogy öreg, van fegyvered? Figyelj csak, a legerősebb fegyverben nálam van. Ja, jó, Dallas, én elvettem két fegyvert a kocsitba, ha nem baj. Pám! Semmi probléma. De majd visszaadom eskü. Ne, akkor nem indulj. Ha a motorokat megkapom, a fegyverre szarok rá. Akkor Lóra. Megyünk a terepjáróval, nem? Meg a izével. Hát, én nem ülök autóba, adnám nekem. Gyere, öreg, mutatok egy motort, ami talán veled egy idős. Na, melyik az? Jű, de vagány, há. Ez széle vagány. Jálom. Nem áll, nem. Áll, nem. Azért felizgulok, azt becsúszik a lyukba a kobra. Az pacek. Még a ponnyat picsád is elfér. Jó, tedd már magad takarékra. Meddig tart a stream? Ameddig vége nincs. Szeretném közölni veled, hogy ez az RP sorozat. Jézusom, hát indexelni kéne, bazd meg. Hát nem tudsz vezetni el. Nem tudom elolvasni, ne haragudj, ezek figyelni kell. A virtuális életemben éppen vezetek, ne zavarj. Bocsánat. Dik nem megy az aszar, látom, beréb arcú. Laura, kösz szépen a 250-et. Mi ezzel? Ezzel. Kösz szépen. Ricsi, neked is. Te mit rángatod a korbágy? Nem passz. Nem passz. Szia, hello. Szeretném közölni vele az RP sorozat. Jézusom! Semmi baj, nyugi. Jó van. Ez így volt kiszámolva. Föl kéne mennünk itt aranyos a vasúti töltésre, és akkor hátul be tudunk jutni. De figyeljetek már, he? Na? Attanyatok fel, azt felmegyünk ott ezzel, nem? Ott gyorsan végig. Losi, kösz szépen a szubot, nagyon szépen kösz. Kész, még fedezéknek is jó vagy? Hát mindenki ilyen. Ha megosztik a figyelem, az a jó, nem? Akkor jó, akkor mi hol menjünk? De nekem adtok fegyvér. Roncsatok be, roncsatok be. Figyelj, azt is lehet, hogy előről berontotok egy-egy kiállal. Így van, roncsatok már be. Én innen... Nem velünk jössz, vagy velük öreg? Hát figyelj, most én egy késsel megyek, érted? De van fegyver, adja? De nem kell, én tudod. De öreg, ezek lőfegyverrel vannak, akkor végünk. Hát csak akkor adjál, adja. Na gyere, adom. Lajos, a késem mit keres nálad megint? Ja, adom.
Na, hát azért. Vigyázz, Lali! Vigyázz már! Lali, takarodj majd, nen! Jó! Joker, figyelj csak! Emlékszel réges régen? Igen? Volt nálunk egy gyógyszer. Emlékszel? Nagyon nem. Rég volt. Hát miért amnéziás vagy? Vagy mi a geci? Nem tudom, milyen gyógyszerről beszélsz, öreg. Jó, már olyan annyi gyógyszert bevettem, érted? Lehet az a baj. Tessék, itt van az etöltény is. Emlékszel egyszer, nálad? Kiraboltunk egy izét, de nem mond már senkinek. Biztos amúgy, de most van nálad töltény? Most nem érünk rá, öreg, menni kell. Van nálad töltény? Nincs. Akkor gyere, még azt is ide adom. Már nem tudom, hogy van-e bazd meg, nem tudok semmit, érted? Hiába, zsebembe nyúlkálok. Tudom azt a, mi az, miről beszélsz, öreg? Gyógyszer. Itt van a földön, vedd fel, öreg. Gyógyszer, azt... Nem emlékszel? Na majd megbeszéljük, csak menjünk, he? Jó, figyelj, akkor gyerünk. Mert Joker roncsál be a kocsiba, sét, megyek mögötted. Tényleg, roncsak be? Hát az vagy egy rontó? Vagy rontó egy vagyok. Na jó, akkor megyek. Vagy jössz, vagy men? Hát, bemegyünk, menjünk akkor, mert nagyon fáj a lábam. Felkészültél, öreg? Elnézést, uraim! Bocsánat, nem tudják, hogy merre van a... Elnézést, bocsánat! Bocsánat! Hát öreg, szállj! Jó, hát várjál, mert bazd meg. Gyerünk, Joker, mutasd meg nekik. Hajrá, cigányok vagyunk! Ennyi killen még sose volt. Öreg, gyere, itt a motor, átul! Merre van az? Itt. Úristen, annyit töltöm, itt bent a fészer. Lelkismeretpordalásom lesz végig. Gyerünk! Nem tudom, velünk van. Micsoda? Hangos a muzik? Azt mondtad? Motorra! Gyerünk! Azt hittem, gyerünk, hogy valami gyerünk. Zenébe... Irány a kocsma, irány a jelúzsak! Úristen! Jobbra kell menni, bazd meg, nem? Szia, jó vagy? Menjünk a kocsmához! Addig nem tudja, merre van. Kilőttem a kerekét? Szia! Cinematikus nézetek, merre vagytok? Nem lehet. Jobbra, itt jobbra. Jaj, semmi baj. Elnézést, normális vagy? Te miről beszélsz, csöves gyerek? Így szoktam leszállni. Így szoktam leszállni, gyorsan, nem fogod fel. Gyorsan, gyerünk. Máskor ott van. Csabika, kösz szépen a szubot. Tap. A szubokom ugye azonnal vissza tudják nézni a streamet, srácok, de Bodon föl lesz egy 2-3 nap múlva, vagy 4, nem tudom, valami ilyesmi. Dick, hova mész a földúton? Na mi van? Nyomjad neki! Rokkant motoros! Bocsánat, ja, normális vagy? Ki akartam lökni hát a fölborul a gecibe. Jó napot, sziasztok, mi újság? Ne terde tükröt. Mi ez a motor, morá? Mi az, hogy mi ez? Nem ismered, mi ez? Nézzétek, srácok, miket szerezzük a klubnak. Egy hat. Oda nézzetek, fiú! Oda nézzetek, az öreg megint megmutatta, hogy van fasza. Nem csak boxolni tudott, lőni is. Végre már valami jót is csinál az öreg, amióta itt van velünk. Elhoztad!
Persze, szeket hosszabb. Látod, öreg, mondd, hogy mondd őszintén, milyen állat volt ez a motor. Na, ezért kellettek ezek nekünk. Én egy kicsit rotyisnak látom, megmondom őszintén. Jó, de te minden, ami úgy néz ki, mint egy normális férfinek, bármilyen. Ugye csak, rajta, akkor sem menne. Nagyon izgalmas volt. Ez a megmentettem a barát. Ez komoly. Lajos, te a hűdös úr vagy, a normális vagy? Összebaszod a idehozulok. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Figyelj csak! Figyelj csak! Maradjunk, ugye, maradjunk. Most akkor mi a második alkú pozíció? Figyeljetek, én innentől kezdve leborulok előttetek, tényleg minden tiszteletem. Én most már betartom, amit ígértem. Két de lehetőségetek van arra, hogy elrejtőztök. Az egyik, hogy innen a repülőtérről biztosítunk nektek most egy kis ilyen chartergépet, amivel el tudtok menni a szigetre. A másik, hogy befogadunk ide a klubba titeket, kaptok kolort, és elrejtőzhettek a motorosok között, az Isten nem talál meg titeket soha, amíg el nem intézitek a polgármesterváltást. Köszönjük bármit az ajánlatot. Bármit megtehettek, 10% üzlet részé, igen. Öreg, én arra gondoltam, hogy én el akarok bújni, el akarok menni arra a szigetre, viszont neked mindenki itt kell maradnod, mert gondoljatok bele, hogy milyen gyanús lenne, hogyha te is eltűnél. Egyből ráterülődne a gyanú, és akkor nem tudnák ki most nem szarni minket, vágod? Ha, akkor én biztos, hogy megyek, snip-stop első ülés. Nem tudom, mivel megyünk. Megyek én is. Jó. Lali, repülő vagy motor? Repülő. Bicikli nincs. Repülő. Ja, jó a repcsi. Elvisztek repcsibe, majd integethetek öreg neked, hogy szia. Persze, majd innen fogok így, hogy... Srácok, valaki gyorsan egy impalát, aztán így néz, vigyük el őket. Kiállok. Tényleg itt hagysz, rád nézek, a szia Öri! És akkor még sírok meg a könyv zsebkendővel így. Szia Öri! Lehet így köszönni. További véni. Jó, pigyázz, tök színezőzni jó. Fönt. De előtte megölelsz még utoljára, mert ki tudja, mikor találkozunk, mint legjobb barátok, érted? Pigyázz, fogunk meg találkozni. Aha. Öreg, megölellek. Amúgy mondjak valamit, anyád ott ült végig a kocsiba, azt nem jön ide hozzád. Jó, látod, milyen pattan az anyád, ide se jön, mert érzi, hogy bűzös, érted? Júdás, Júdás, geci. Ja, jó, igaz. Kurva anyád, beköpött, azt ide se jön hozzád, érted? Köszönni. Szégyeljél magát. Lali. Szia, Barbara, doktor. Tökös legények vagytok ti is. Jól van, persze, szia. Igen, minden rendben van. Szia, Barbara. Szia, Joker. Ti merre voltatok? Ja, hát elugrottunk a dohánybordba, mert elfogyott a cigi. Hát ja. Mi most loptunk motorokat, meg bújkálunk itt a... Az a baj, tudod mi a baj? Nem, de figyelj, nem az a baj, hogy a Lajos megint szintetikusokon él, tudod? De várjatok, mondom, be van drogozva. Megbízunk egymásban, és mindent elmondtok. Most hogy pont cigibótban voltunk. Tehát a Lali nekem sosem hazudik. Be van drogozva az a kis geci. Ezeket a motorokat, ezt a... Úristen, Lali, nem hiszem el, hogy itt ilyen hülye, hogy miért mondasz ilyet. Tehát elhiszik, olyan hülyék ezek, elhiszik, de... érted? Anyu, nem köszönök neked. Így van rohadt áruló. Mert haragszok rád. Így van, haragszik rád. Igen? Mert... De miért? Igen? Hallgatom. Azért, mert beárultál. Persze, igen, a haját miatt, biztos. Szabadság melletti lesz a sorozat, hogy tége barátok. A kurva Isten bassza meg, hogy állandóan annak a köcsögnek hisztek, komolyan mondom. Na nem szabad így beszélni, csapja szádra? Nincs is passzod, vagyis így beszélsz a fiad előtt? Ezzel így a szájjal puszilod jó, meg? Jó, hát te befogtad a szádat, téged nem magad. Kérdezett senki. Lali, anyát helyett anyát. Hallod, figyelj, Dokina, üsd ki a gecibe. Üsd ki. Meg is szoptatod őtet? Meg is szoptatod őtet? Nem mondjad akkor. Jó, mindjárt megyünk, de amúgy Barbara doktori azért egy picit lehetne empatikusabb is, mert jó, az tény és való, hát most nem fogok itt hazudni, már mindegy, mert a hülye Lali elmondta. Igen, bújkálunk, mert ez a személy itt, akit nem nevezünk nevén, és soha többet nem is nézek rá, úgy beszélek, beköpött minket. De nem nézel rá, mikor a fejemhez fegyvert fogták, te? Valaki beszél? Haló? Van itt valaki, hallatok? Érzed, húz a gravitáció, olyan, mintha egy nagyon nagy sűrűségű bolygó lenne itt, egy pekete lyuk, elkezdek keringeni körülötte. Nagyon rossz, ma befogsz. Úristen, milyen gravitáció. Jézusom. Szóval Barbara doktornő, azért igaz sűrűségű dagad, geci. Jézusom. Rossz indulatunk, fekete májú. De hogy tehetsz ilyet a családoddal? Undorító, mocskos, maracskos, disztó. Füski Joker. Ki nevetett téged, azt mondta buzi vagy. Azt mondta baszod a porszívót. Érted? Nem mindegy. Úristen.
Jó, mondjuk az is igaz, hogy a Jokernél már a harmadik porcival romlik el a hétet. Szóval ha azt mondja az öreg, hogy basszátok meg mindannyian, akkor a Barbie kirakja szét a lábat, azt akkor már basszhatjátok is. Nem kell irigykedni. Irigység, ez tényleg az. Szagát is lehet érezni. Undorító. Én azt tudom felajánlani a kapcsolataimtól fogva, hogy ha bármi van, rám számíthatok. Nem úgy, mint rá. Köszönjük. Én ezt nem így van. Dögölj meg. Marék sajnálom, szárba. Hogy rád szavaztam. Én is. Nem is fél. Figyelj, mert rád szavaztál. Ha? Ja, persze. Jönnek, gyere már egy pillanatra, jó? Rég, vidd el őket a reptőre. Nehogy szavaztam rá, csak próbáltam, tudod, ilyen sajnálatot érezni magam iránt, tudod? Igen, mert nem a saját anyád meg kell hívni. Én, ha polgármester lennék, kimentenélek titeket a szivállal, nem úgy, mint ő, hogy feldob titeket. Na mindegy. Figyelj csak, paplancsecs! Köszönjük, hogy most utazunk el, anyu! Jó, nem köszönjetek tudom, el! Látlak. Vissza, megint! Kisfiam, te gyere vissza! Anyukám, nagyon szeretlek! Én szeretlek! Úristen, hány ingerem van, bemegyek hájni! Sziasztok! 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 Akaszt is föl magad! Sziasztok! Igen? Segíts, meg fog halni bánottól! Jó, figyelj csak! És a nyomja a lépemet! Joker, jó vagy? Majd figyelj! Figyelj, Joker! Küldök utána izét! Két porcívot, jó? Jó, az jó lenne, mert izé... Tudját akarítani. Nem szeretem a kosz van. Ja, persze, persze. Szevasztok, sziasztok! Sziasztok! Zuhanyol le a gép! Menjetek már! Hát benne ül a gyereked a zuhanyol a gép, ilyet mondol, paplancsecs. Hát ő túléri, majd te nem fogod. Ja, én nem megyek. Túlélek mindent. Jó, hogy a kurva Isten bassza meg, hogy te miért nem mész? Eridj a gecibe. Nem kísérsz ki a reptéri öreg, csak a reptéri. Dehogy nem, mert persze. Kísérd ki, szállj fel a gépre, azt hello. Sziasztok. Ugye én csak te maracskos disznó. Ez neked így. Pazzik Lajos, én nem értem anyádat. Miért nem kezeled le, bassz meg? Nem szabad öreg megütni. Mert úgy tanultam, hogy... saját anyukádat nem szabad bántani. Ez így van. Nem kell megütni, csak bekened mondjuk a WC-papír terős pistába, vagy ilyesmi. Kis apró figyelmeztetések, tudod? Tényleg? Persze, ez nem ütöd meg. Beleszorsz a párnája alá, ilyenek, érted? Hú, öreg, eljött ez a pillanat. Lehet, soha többet nem látjuk egymást. Te kell, hogy mondjak valamit neked. Én mindig is a legjobb barátod voltam, és leszek, tudod? Az azt hittem, hogy valami komolyabb sztori. Érzél, mert itt vannak? Joker irántam. Vagy Lajos iránt? Nem, én nem vagyok buzi, ezt elmondtam, csak baráti viszonyt ápolok veletek, de veled is, meg az Lalival is, és ennyi, de... Uh-huh. Hú, ez nehéz. Soha nem voltam még távol anyukámtól, ennyi ideje már. Sose látjuk anyádat. Hát igen, amúgy és bemutathattál. Nem lehet. Miért? Jaj, szia öreg. Szia Joker. Csak egy pici puszi tudod így. Szia öreg. Gyere, szia Lali. Öreg, én is elköszönöm. Szia Lajos. Szia öregem. Szevasz Lajosom. Te be mit csinálsz, baszd meg? Te be belenyaltál a számba? Te köcsög! Te nem uziskodjál itt! Te normális vagy? Kurva anyját. Szevasz Lajos. Elrepültek. A podcastben nem így köszön el. F1 Csabika, kösz a szumot, Losi, neked is. Srácok, mindenkinek kösz egy kis rossz intro indult el. De ettől függetlenül nagyon-nagyon szépen kösz mindenkinek. Nem tudom, lehet, hogy egy kicsit az RP-t félretesszük a következő héten. Én ezt nem hagynám én se. Nagyon szépen kösz mindenkinek, hogy itt volt, nagyon szépen kösz.